Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Klassz FM-en. 6 óra múlt 10 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggelt kívánunk. Sziasztok. Hello. Szevasztok. Drága hallgatóink. Ők is köszöntek most neked. Ők is köszönnek nekünk, mi is köszönünk nekik, így van. Közben Zábor Krisztiát látjuk. Falunapon. Valami falunapon, meg valakit játszol. Valami másik napon. Valaki után vitte a mikrofont. Gyerekek, nekem a retro adás óta csak retro zenék szólnak a kocsimban. És jó. Elmondjam a mai tracklistámat, hogy mi volt reggel. Mondjad. Parancsolj. Hogy mit hallgatom? Ugye ezt megkaptam, ezt a 10 CD-s válogatást, és azóta ott van a kocsimban. Bárki engedélyes, én írok belőle. Vagy másolok. Jaj, nekem pont nincs CD-játszó a kocsimban. Beszorult a Metalcore nálam, sajnos nem tudom lecserélni. Nagyon jó volt. Volt egy ICMC, It's a Rainy Man, ez volt az első. Hát ez így címről nem biztos, hogy megvan, de szerintem sokan már most... Mivel egy über nagy klasszikus. Über nagy, ezt nem is tudom, miért maradt ki a múltkor. Aztán volt MC Hammer, hallgattam megint Scatman John-t, és a Forever Club-tól a Balatoni Láz. A legjobbakat összeválogattad. Nem, cserélgetem a CD-ket, aha. A Balatoni Láz Forever Club-bal sikerült zárnom, illetve a Hip Hop Boys megbántottak című. Na, arra fordultam be a kapust. Na, arra már én is kiszállnék az autóba. Én nem befordulok, kifordulni. Mindezt úgy egyébként, hogy üvölt a zene a kocsimban, tehát Viki hívott, nem is hallottam. És aki beáll mellém a piros lámpán, az azt hiszi, hogy ami retro kabioni. Mozog a kocsi, tudod, üdök benne napszönekbe. Így hihetetlenül élvez. De hallottad egyébként a sercegést? Tudod, amikor a lemeznek a B oldalára raktad a tűt? Mert hogy ezek már azért a abszolút, az öregedés jelei. Ez abszolút. Tehát ha ilyen zenét szól a kocsiban, és mindezt bepárásodó tekintettel hallgatod, akkor tényleg, hát gyerekek, ez a megöregedés jele. Úgyhogy van is egy ilyen jó rovat ötletem majd mindjárt. Nagyon jó. Igen. Hát akkor én meg ezzel kapcsolatban szeretnék mondani neked valamit. Na. Azt gondoltam eddig, hogy mi egy csapat vagyunk. Azt gondoltam, hogy ami buli van, az közös. De? Azt gondoltam, hogy amikor válvetve oda kell állni, és mi veled vagyunk bármilyen, az összes dolgodat toljuk, akkor te nem lehetsz annyira aljas. És pedig? Hogy egy olyan buli csípsz meg, ezt neked mutatom. Nézd meg, Jani. Egy olyan buli csípsz meg, nézd meg, hogy ki a föllépő. Ami a világ egyik legnagyobb bulija, és egy egészen egyszerűen nem, hogy bennünket nem veszel be a buliba, hanem meg se hívsz erre, érted? Nézd meg a fellépőt. Nagyon nagy. Csak 78-as, 90-es évek, meg a retro buli DJ Ottóval. Csak az eredeti, semmi feldolgozás. Március 21. Jó. Mi az, hogy március 21? Jó, tehát, hogy azért gáz ezért, tehát, hogy te föllépsz Siófokon, DJ Ottó néven egy retro bulival. Ráadásul Siófokon. Érted? Mehetnénk veled a Balatonpartra, csak vinnénk a CD lemezeidet. Nem á. Ennyi? Azt hittem, ezt nem tudjátok meg. Hát mindent megtudunk. Azt hittem, Siófokig nem ér el a kezetek. Mindent megtudunk. Nyilván nem lehetett apró pénz, amiért vállaltad, de azért ez mégiscsak egy aljas hátban. Gyerekek, kiló plusz áfa vagyok egy órára. A pénz úgy, nem érdekel bennünket, az a tiéd, te dolgozol. De legalább vinnénk a lemezeidet. Marha jó a dolog, egy ilyen retro plakátot küldött nekem valaki, az egyik hallgató. Hát nagyon sírtam, amikor megláttam, hogy már haknizol is ezzel. És hol van, Siófokon egyébként? A hallgató, vagy nem a DJ Otto. DJ Otto, igen, csak az eredeti, semmi feldolgozás. Meg a retro buli DJ. Lenyúlta. Ez a nagy kérdés, hogy ez volt-e eddig, vagy pedig azt mondja, hogy ő DJ Otto lett, és most, hogy te elkezdted nyomni a retro bulit, erre ő ráfűzött. De DJ Otti vagyok egyébként. Hát vagy DJ Retroti, még ezen gondolkodok. Whoever per lesz. Még a DJ Retroti. Picit félek, hogy ebből a per lesz, tehát hogy érted. Ez azt hiszem Viki javasolta, de ez egy nagyon jó ötlet. DJ Otto, illetve DJ Otti. DJ az eredeti, ki az igazi. Ezért mondom, én a Retrotin gondolkozom, hogy DJ Retroti. Tehát, hogy valószínű, hogy ez lesz. Táncos István küldte ezt a izét, köszönöm szépen neked, István, de azért mondom ezt, hogy ha most hallgatsz bennünket, és tudod, hogy ez már régebb óta volt, akkor írd meg nekünk, mert ha nem, akkor viszont per van. Akkor megyünk. Ha DJ Otto létezett, nem baj, de ha DJ Otto most találta meg önazonosságát, akkor az véleményes. Egyébként tegnap voltam a piacon, a sajtos néniktől, lányok, nagyon kedves aranyos csajok, mindenki oda volt a retro napért. Azt mondták, hogy a soron dübörgött a zene, és hát nem volt kiszolgálás abban a 4 órában, mert mindenki táncolt, hentes legények véres kötényen nyomták a zöldséges nénik. Azt nem is tudod, már belőttük a magyar retro napot. Juhéj! DJ Otti, DJ Retroti,
már dolgozik a tracklistára, azt beszéltük a Janival, hogy valamikor májusban a kitelepülésünkön jó. csinálunk egy retro napot, az megint kicsit kevesebb beszéd, több zene. Így van, de Ungarische Music Virtual. Ungarische. És aki beöltözik azon hallgatók közül retroba, aki jön oda hozzánk, azt az nem valamit, tudom, azt valamit, csókolja a János. Valamit igen. kap, plusz biztos. Ha esetleg olyan napra esik, amikor rá tudok készülni, azt nem ígérem, hogy így cipelgetném a bőröndömben a cuccot, akkor én is beöltözök retroba. De metal retroba. Hát ez persze. Metal retro? Simán. Megvan még a szögecselt műcsbőcsek? Hát én elteszem így ezeket a dolgokat. Mi a szett? Méhecske nadrág van? Ja, nem. Fehér, magaszárú, fehér pumacipő, méhecske nadrág. Nem voltunk Michael Schenkeresek, Scorpionosok, nem, nekünk nem voltak ilyen színes spandex gatyáink. De fekete az még csak, mert mondjuk így a Metallica Killemolja idején akkor még Hetfieldék is abban nyúltak, de ez a színes csíkos, nem már. Azt igen, azt a Scorpion ez a cseméhes vonal. Viccnek érezted, viszont jó gitározik a csávon mai napig. Michael Schenker nagyon rendben. Úgyhogy még ezt is meg lehetett bocsájtani neki. Na mindegy, úgyhogy megvan a retro jó. napunk. Tehát kitelepülésen valamikor május elején az egyik várost megjutalmazzuk. Igen. Az előbb már említett Megbántottál című dallal. Illetve ha ez ekkora sláger, akkor, vagy ekkora siker ez a rovat, akkor megcsinálnánk azt, hogy mondjuk pénteken, feltesszük a morningshow.hu-ra hétfőn, azt a két dalt, ami közül a hallgatók szavazhatnak. És csak egy ötletbe dobom. Kettő? Kettő dalt. És pénteki megszavazzák, hogy mondjuk a fél tízes reklám után melyiket akarják hallani. És mindig lenne egy blog, de csak heti egyben. Jó. Így szállítom a zenéket. Nem... Elég is az a heti egy. Heti. Nem rossz, de szállítsad. Nagyon sok van. Egy ideig, amíg bírom. Én ismerem ezt a sztorit. Édes teher egy ideig. Igen. Aztán amikor eltelik fél év, jó, te naponta hoztad a metált, az keményen meló volt. Jó, most, akkor nincs szavazás, mert az már dupla zenét kell, akkor csak egyet teszünk. Mit tudom én, pénteken fél tízkor van egy retro zeném. DJ retro. Van 10 dalab CD-d, mennyi van rajta? 100 dalom van. Na, több mint 100 dal van rajta. Az, hogyha tudnak válogatni. Nem rossz, így. Azért azzal meg vagyunk. Jó, de azért Laci készül. Mert azon sem mind jó. Meg vagyunk egy ideig. És akkor mit tudom én, a hallgató eldöntheti, vagy mi döntjük el, mit tök mindegy, az a lényeg, hogy mit tudom én, pénteken így zárjuk a hetet, hogy kapnak egy valami kis finomságot. Hány órára teszed ezt? Hát 9 után. 9 utára, jó. Vagy a fél tízes zenénk, vagy a 9 utáni nyitó zenénk. És akkor lesz fölhájpolás, megmutatod a kettőt, és akkor most 1987-ből itt van. Ott vagyunk, igen, a High Life, vagy Haligali diszkóban, 1992, Kunigunda utca. Igen, és akkor persze, leadjuk azt a kis dalocskát, úgyhogy valami ilyesmit azt elindíthatunk majd, nem? Na, ha jó, már ekkora siker, hát... Persze. Így ezt szerintem nagyon örülnének. Imádnak hallgatók. Persze, bőven. Ezekre a zenékre nagyon nagy igény van, nem is tudom én, nincsenek a rádiónak egy ilyen műsora tökre. Mondjuk, mit tudom én, vasárnap este 10-től éjfélig. Ilyen két óra, annyira jó lenne, nem? Vasárnap este. Akkor szerda este, tök mindegy. Hát szerintem nagyon sokan hallgatnánk. Vasárnap este otthon vagy, tudod, hogy ezek a zenék szólnak. Nem akarnak rárepülni a te bizniszedre, szerintem. Mert vagy te csinálod, vagy senki. Itt a rádióban. Nem vállalod. Tehát, a vasárnap estét. Nem úgy, csak megy két óráig, nem is kell műsorvezetőben semmi, csak mit tudom, 10-től évfélig ilyen zenék szólnak. Na, jó komfok, azok ellenek, igen. Visszatekintő pillanatok. Oldschool stílusban. Igen. Na mindegy, mi újság egyébként? Hát gyerekek, a Facebook oldalunkon már 242 ezeren vagyunk, sőt, ha még egy ember lájkolja, akkor 242 ezer, 100-an, úgyhogy... Ez most jubiláltunk tegnap. Meddig megy a hype-olás, vagy meddig? Hát meddig? Most a 242 volt a cél, ezt megléptük. Ugye 5-600 lájkot begyűjtöttünk itt gyakorlatilag két nap leforgás alatt, ami szerintem azért elég jó. Aha. Igen. És 245 ezerrel elégedett leszel majd, akkor így picit elengeded? Uh-huh. Most egy picit hagyjuk, hogy elcsendesedjenek a hullámok, elcsendesedjenek a viharok, hatalmas tapsvihar. Be kell dobni valami ízét, hogy egy dedikált ajándékcsomag a 3000 lájkolónak. Na most, hogy ha például a honlap mellett a Facebook oldalon is lehet majd szavazni, akkor nyilván ez a szám még meg fog ugrani, mármint a retro számokra, aha. Persze. Hát úgy van, hogy tényleg ne legyen kettő, mert az túl sok, hogy egyre, de lehet szavazni, hogy lemenjen. Uh-huh. És akkor már egy szavazatot, akkor lemegy. Jó, de ami nem megy le, azt vissza tudod hozni. Ja, nem megy le, azt írni, hogy mi nem megy le, nem, már érzem, igen. Hát, már érzem, hogy ez, hát ez már. Ez van. Ha mi is egy picit sűrűbben raknánk fel mondjuk a kiskutyás képeket, mint ahogy máshol csinálják, akkor nyilván jobban gyűlnének a like számuk, de hát meg a vicces kép is jó. Az is jó. Az is. Ilyen rajzok, tudod, hogy csak beszélnek buborékban. Meg az operátor ismerős is.
operátor is meg. Gyerekek, terhes a Nóri? Nem. Igen, tegnap jelentették be. Így van, a második gyermek jön náluk, gratulálom. Így kell, gyorsan, ha már belekezdtek, nem? Persze. Hogy négyig meg se álljon. Én már tudtam. Mondta? Főhívott, bazi? Hát, tudod, mondta. Ezek valahogy mindig. De ne igen, ott álltam. Igen, mondom, a gyerekek, ebből baj lesz. Lényes. Én azt mondom, nem tudom, ismerek valami hasonlót. Hello, idő van. Igen. Látom az arcadon, mindjárt vége. De ez olyan klassz, hogy eddig neki ilyen nehezen jött össze, most pedig már egyből kettő, nem? Hát ez tök, tök nagyon jó. Hamar le van tudva. A testvérprojekt gyorsan, jobb az elején túl lenni a nehezén, utána igazából már, bár csak a könnyebb része hogy jön. Hogy Mirci? Azt látod. Az elsőt. Azt látod. Nem tudom, de gratulálunk nekik. Hát ez nagyon klassz dolog. Mirci mekkora? Egy éves? Kb. Ekkora néz. Ja, akkor másfél, most már a képek látom. Alapján, a Nórival már találkoztam, Nórit látom, ő ekkora, vagy gyerek kb. Ekkora. Rettegek, hogy megszólal a telefonom, hogy csinálják X-faktort. Igen? Ja, mert ő most már nem tud csinálni. Húha. Nem, hát annyi mindenki van ott gyerekek, aki szóba aki jöhet. Meg aki jó. Úgyhogy nem én. De valaki más biztos csinál. Hát a Nóri ugye nem tud, hát figyelj, ha most terhes, akkor... 5 hónapos ráadásul. Hát az gyerekek a szeptember. Az erősen szeptember. Az akkor lesz, úgyhogy Nóri megint kiesik egy időre. Hát igen, de volt már ilyen kinek. Szülökén is. Na, hát tényleg egy kis papás történet. Ha még most erbesek, akkor decemberre jó lehetek. Vá, hogy van? Április, május, június, július, augusztus, szeptember, október. Decemberre megvagyok, a kis puját be tudom rakni a falá. Nem? Aha. Hát szerintem igen. Azért az... És elhiszik neked oda bent? Hát ez már egy másik kérdés. Ne haragudjatok, nem tudom. Nem tudom csinálni. Állapotos vagyok. Nem sokára szülök. Hát igen, de hogy lehetne velük elhitetni? Hát nem tudom, az első évben külföldi beültetés, mit tudom én valami. Hát nem tudom, szerintem már most kezd el egyébként, mert hogy gyereket szeretnék? Igen, mert idő kell hozzá, hogy elhiszik, hogy elhiggyék. Tehát hogy az olyan jeleknek a behozatala, például mit tudom, hogy felvétel közben, most a 4-4 ellen alatt már kirohan szívenként hányni. Menjél be haspólóba. Simogasd a hasadat, becézgesd, igen. Csinálj, hogy még kicsit dülleszt ki. Kívánjam hirtelen nagyon az őszi barackot, meg az epret. Fújott valamitől? Most? Van nem, hogy az eszem van, nem, nagyon-nagyon jó vagyok. Minden fenszemészen. Nem kellene valami, amitől kicsit daggad a pocid. Ja, mert akkor azt kéne enned, és már úgy tudsz bemenni, hogy jaj, nézzétek meg. Már itt fáj, ott fáj, gyerek, kicsit vizesedek. Nyilvános helyeken kell, hát nem nyilvános helyeken, hát én most itt alapvetően ilyen babok kellékboltokat értek, kis ruhákat kellene nézegetned, hát csörgőket hallgatgatnod. Hogyha bárhova mész, akkor csak is spontán hányd el magad. Igen. Jó, mert az ugye az első szemeszterben van ez a rész. Igen, a spontán hányás. Vagy a spontán rosszul levés, mit én bemész az RTL-be, forgatjátok most az új műsort, és akkor egyszer csak... És egy hirtelen egyszer csak nagyon. Igen. Lehetne a következő 15 000-es fotód mondjuk ténylegesen valahol egy hipermarketben, ahogy pelenkák között válogatsz. És nagyon hangosan mindig mondom, ahol sokan vannak körülöttem, hogy olyan fura már 2 hónapja nem jött meg. Tényleg. Nem? Tehát, és nagyon jó. Csak rád néznek, mit mondta? Hát mondom, furán érzem magam. Hányadika van ma? Később ezt az utalással volna jönni. Igen, ezt ki lehet magyarázni később az utalással. Hogy igen, nem utalt az erre. Igen, valamiért nem. A pelenkáknál nagyon vigyázzál, hogy a legkisebb méreteknél nézel, hogy ilyen, mert hogyha nagyon nagy méret, akkor azt félreértetik. Tehát, hogy az egy másik vonalra viszel. Retro nap. Nagy méretű pelenkák, nem, az már nem annyira jó, kisméretű pelenkáknál. András érte, Nóri mondja Palinak, szállj már le róla, hát mit csinálsz? Ja, hát mit csinálsz? Na mindegy, nem vagyok én esélyes arra, úgyhogy... Nem vagyok hozzá méltó, azt kell mondani. Nem, láttam az utolsó 3 évadot, vannak, akik... Vannak jobban? Vannak, egyszerűen azt kell, hogy erre. Mondjam, hogy vannak, erre mindenféleképpen... Vannak jobbak, igen. Ez már múltkor itt is a Lilu csinálta, nem? A Lilu meg a Bence. Persze. Tök ügyik volt. Hát akkor meg miért nem kell gondolkozni. Kiváló. Ami jó, az maradjon úgy. Ha? Minek? Ennyi. A győztes csapatom minek? Hát ezt, hova? Ne, semmiképpen. Ugye? Megint állhatok ott hátul, hogy rokonokat ölelek. Abba jó vagyok. Azt nagyon jól csináltam, már az első évadban is. Ja, gyerekek, olvastátok ezt a 22 fokot? Azért ez baráti. Azért nagyon igen. Szép. Igen? Bizonyám, tavasz van. Még egy hóesés? Nem lesz. Még egy hóesés? Hát mondjuk én viszonylag kevés esélyt látok. Tehát na, akár még bele is mehetünk, de akkor fix időpontig. Felfickósodtunk? Hát köhögitek a gubát megint dolog szépen. Nincs összefüggés legalábbis nálam, de... Balina, köhögitek a gubát, megint belementek ilyen
Valahol még egy hóesés. Egy hét? De mi a valahol? Na most nincs, akkor tényleg lőjük be. Lőjük be azért. Szezon. Június. Nem, adja GPS koordinátákat. Nem lesz már. Nem lehetett, most is, basszus. A leghidegebb az 4 fok volt. Most hallgattam reggel, a Kossuth Rádió végigmondta az egész országot, és a Kékestetőre mondott most plusz 4-et. Az összes többi helyen 8, 10, 12 fokok vannak álmos. Na, hát abból nem lehet hó. Ez meleg van, nem lehet. Éjszakai na. Havazás nem ér, ugye? De miért? Sötétben nem látjuk, vagy miért? Jó, nem akarom, érzem, tele van a gatya. Kicsit megrettentetek itt. Mindjárt jön a hír. Gubát kell köhögni Balinak. Hogy állunk játékkal? Viszonylag jól. 2-1. Mondhatni. Igen. 2-1-re vezetünk mi. 2-1, tehát még akár el is mehet. Hát ez a depozitív vagy. Hát most azért, kettő hát most akár, mit mondjam? Akár érted. A múlt hét az nagyon kellemetlen volt, úgyhogy akár még el is mehet, tényleg. Igen, tehát ha ma behúzzuk. Igen, akkor jó, akkor helye húja. Akkor oké. Akkor az jó, igen. Gyerekek, mit olvasok én a hírekben? Na mit? Jön a Schwarzi Magyarországra? Bizony. Hát nagyon remélem. Jön. Jön, ő olyan. Jön. Ő olyan, de azt hittem erről később beszélünk. Aha. Csak már be is legyen így. De tényleg, igen. Örülünk, akkor mondjuk azt. Nekem tetszik a felvetés. Felvetettük, hogy a sokkal fontosabb, hagyja csak, lesz ma gyerekek elmentes övezet. Végre. Na. 8-tól készültem nektek. Hopsi, hopsi. Tessék. Igazi pesto? Nem igazi pesto. Értve ez igazi pesto, ez medvehagyma pesto. Ja, medvehagyma pesto. Mert tudom, hogy te sose fogod visszahozni az üveget, ez meg olyan ilyen, mert ő rendesen visszahozza, az a drága üveg. Fakány. Nagyon én csináltam jó. Tegnap friss medvehagyma. Zsilettel írdaltad? Igen, nem foggal, és utána beleköptem az üvegbe. Használjátok egészséggel, adok hozzá utasítást, csak azért, mert hogy jön a Gábor, ebben semmi nincs. Nagyon helyes. Világos? Tehát nagyon helyes. Ehetitek. Kis tésztát főztök hozzá, majd elmondom. Uh-huh. Jó? Most nagy jó. Mi lesz a mai téma, amivel már előre izgulhatok, hogy 8-tól mit csinálok? Kérlek szépen, hát mondom én neked, hogy mit csinálok 8-tól. A sokak által, igen. Szóval, hogy... Hát, nem, ugye? Az. Nem kevéssé izgatott fel most ez a hír. Mondjuk én na. Vagyok a hülye. A többit 8-kor. Jó, köszönöm. Nem, csak tudom. Győzétek, kivár. Én mondtam a témát a Gábornak, úgyhogy persze, hogy tudom. A tartósítószerekkel foglalkozunk. Ugye mindenkit ijeszgetnek mindig, hogy mibe van, miben nincs káros, mi lesz velünk. És körbejárjuk, hogy káros a gyereknek, mit nézzenek a vevők, mi az, ami nem káros, mi az, amitől nem kell félni, mivel tartósítják az üdítőitalokat, a chipseket, a felvágottakat, menő. Mi az, ami ehető, mi az, ami nem. Mi az, ami, ha elolvasod, mint a baracklek, már azzal van tartósítva. Két dolgot kell majd megjegyezni, nem bonyolult, akkor azt nyugodtan viheted, mert az nem tudom, nem okoz semmiféle rosszat, vagy pedig azt próbáld elkerülni, ezek között próbálunk szelektálni. Hmm. Ugye ma már mindenben van, tehát mindenben. Nem nagyon tudom, milyen formában. Abban nincs, amit oda tettem elé, abban nincs. Persze, egy otthoni krumpli főzelébe, vagy ott bizony. Nincs, persze, vagy megint a medvágyba pesztóban. Kis olívaolaj réteg, azt gondolom azért elég. Igen. Profival. De sajnos a lekvárokba, a felvágottakba, az asszalgyümölcs, mindent valamilyen ilyen gázzal, vagy ilyen olyan dologgal tartósítanak, úgyhogy ezt fogjuk körbejárni. És elmondjuk, lehet, hogy mit igen, mit nem. Lehet, hogy lesz egy ilyen tételes listánk a neten, hogy azt ne egyél. Lesznek elbetű számok is, igen, de elmondjuk a nevét. Érdemes mindig jegyzetelni, egy 4-5 olyan tartósítószer van, amit jobb kerülni. Van, ami kifejezetten káros, van, ami ijesztően hangzik, a nevedet tök ártalmatlan. Megtanulod, rántod, azzal van tartósítva, hazaviheted, nem lesz belőle baj, úgyhogy szerintem jó lesz. Ez megint egy hasznos kis elmentes övezet lesz. Jó? Lehet jelentkezni játékra, egészen nyugodtan, bátran, és igen. És akkor játszunk a hírek után. Biztos, igen. Nagyon szép a reggeli, amit hoztál. Ja, hát gyerekek, igen, csodálatos. Megérkezett, itt van Olaszország nektek. A kicsit, ha valamelyik felvágott a olajos, akkor azt tudjátok, ráfolyta az alfa alkatrészből. Igen. Valami. De ezek nem effektív Olaszországból, de csak olasz napot ami, csinálsz. Hát vagy valami Olaszországban? Olasz nap van nektek, olasz nap van, de van, ami onnan érkezett, 36 hónapos parmezán. Az van. Nagyon durva. Igen. Aztán a szalámik azok onnan érkeztek. Úgyhogy jó étvágyat kívánunk mindenkinek. Jól, köszönjük a nép nevében. Jól van, drága hallgatók, jelentkezzetek játékra. Jó, bárkivel, akivel szeretnétek, írjátok meg. Mi pedig jövünk a hírek után. 3:47 múlt 4 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Feri, köszönjük a reggelit. Kedves egészséget. Hú, gyerekek, hülyérettem magam. Igen, mint aki kb. 3 hete nem evett, úgy falatozott. Igen, nagyon. Otti kicsit a betegségnél összeesett, mert én közben hétvégén túl voltam egy lázom.
egy tüdőgyulladásszerű valamin. Igen. Aztán nem is tudod. Pénteken majdnem meghaltam. És talán még 4 napot forgattam, majdnem így, úgyhogy most kezdek magamhoz térni. De most ez nagyon, nagyon kellemes most volt. Szerintem tolj be egy Avicit, aztán hunyunk egy. Avancsit. Avancsit. Egy jó Avancsi, gyerekek, az mindig feldob. Úgyhogy igen, kicsit vissza kell jönnöm. Na! 83-as főúton Győr-Szemerén Trafipax Kukori küldte nekünk. 3-as úton fadarabok vannak a 106-os kilométernél Budapest felé, valamint a rendőrei mérnek Pilész Szántón a 10-es főúton. Ezt Cisco küldte nekünk. Köszönjük szépen. Mikor van az óráltállítás? Ma? Nem ma? Nem. Hétvégén van. Szombatról vasárnap. Most? Nem most. Jövő hét, ugye? Utána. Na megint? Aha. Még toljuk egy megint sőket, hogy be fogunk majd jönni. Sajnos oda a világos munkába érkezés, igen. Hát egy fél hónapig körülbelül, vagy hónapig, aztán megint visszajön. Igen. Na jó van, nézzük meg akkor, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel! Hello, jó reggelt nektek! Hello! Brigi! Brigi! Honnan hívsz minket? Monariertőről. Monariertőről. Nagy sátorépítés van itt folyamatban. Na, mi? Lakodalom lesz, vagy cirkusz? Na, van egy másfél éves kisfiam, és muszáj volt felállítanom a sátrát. Ilyen kis bunkerszerű. Ja, nagyon szereti. Igen, csak kicsi a lakásunk, és valamikor össze kell rakni, most meg ki kell rakni. De jó is az. Nálunk is lesz. Sátorállítás? Persze, Virág most ott a vos buliban. Hát akkor húzzál bele. Akkor nagy parti lesz. Brigi, kivel szeretné játszani? Hát, gondoltam Ferivel. De drága nagy. Vagy. Na, Ferivel. Nagy Ferivel. Jó van, indítjuk az órát, Jani. Lenyeli. 3, 2, 1, fire! Ott van veled Levente is? Leventét mondtál, ugye? Levente. Kis rossz csontom. Ott van veled? Itt ja, van. Már persze, itt most van, már dobálja hallom. Dobálja a labdáit. Fogod hallani. Aranyos gyerek. Aha. Telefonon keresztül. Egyébként rossz, mint az ördög, ugye? Egyébként 7 gyereket is kitesz. Azt hittem 7 gyereked van. Ó, persze. Így is szokták kérdezni, hogy mikor jön a kistesó. És mikor jön? Jönni fog? Szerintem a közeljövőben. Biztos. Biztos, távoli, hogy jön. Távoli jövőben. Dolgoztok rajta? Van még szex apuval? Úgy érzem, hogy a felkészültségem az hiányos. Mire? Etéren, hogy testvért fogadjunk. Kevés vagyok. Akarsz kérdezni? Szeretnék, igen. Hallottam. Ajta vége! Ó, basszú! Nem. Utána volt. Igen, utána csippantunk. Volt. Csippantunk, és utána volt. Megvoltunk. Meg. Nem mondom, hogy pörögtél, Brigi, de... Nem, de szép volt. Akkor most megvan vagy megvan. Kimondtad az igen, de utána volt. Tipikus játszótéri beszélgetés volt, leszámítva azt a kérdést, hogy van-e még szex, nem, nyilván ezt így titkában kérdezi meg. Pedig akartam kérdezni még. Sose tudjuk meg, Brigi, hogy mit. Megvan az ajándék csomagot, jó? Küldjük neked. Köszönöm, veszek még egy sátrat. Nagyon helyes. Ennek örömére. Köszi a játékot, ügyes voltál, időn túl kimondtad, de időn túl volt ez a lényeg. Pedig nagyon izgultam, véletlenül is akartam kimondani. Jó van, köszi a játékot. Én köszönöm, sziasztok! Ciao, hello. Ne haragudjatok, Nem baj. Még van egy péntekünk. Így van, még ott hozhatunk bármit is. Így van. Úgy érzem, kellett. Te jössz. Igen. Most már, hogy jobban vagy. Jó. Rekreáltunk a reggelivel. Értem, látom, nyugi, oké. Itt vagyok. Jó, oké, látom, jó. Azért nem felejtsd el a múlt hetet. Az igaz. De most újra nyerekben vagyok. Visszaültem. Végül is igen. A héten egyszer visszaültem. Teljesítményem kritikán aluli volt hetek óta, de most visszaültünk alulra. Most elégedett arccal poroszkálsz. Most futószáron ügergetek, és várom az újabb ellenfelet. Igen.
Tízes úton nincs Pilis Szántó, Pilis Jászfaluban. Gyerekek, én nem konvertálok közlekedési híreket, amit írtok, olvasom. Nincs arra lehetőség. Fejben közlekedési SMS-eket konvertálni. Pilis Szántó, Pilis Szántó, Pilis Jászúi falu, akkor Pilis Jászúi falu. Ami van, jó-jót írjatok lehetőleg, hogy ne tévesszünk meg senkit. 2-2, akkor most így? 2-2. 2-2, nem baj, legalább izgalmas lesz a vége. Izgalmas lesz, azért is lesz izgalmas, mert a múlt hét elment, előtte jó pár hét elment, nem is merem megkérdezni, hogy heti bontásban hogy állunk január óta. Még jól. Még épp hogy csak jól, de ez egy nagyon kiegyenlített év lesz, úgyhogy nagyon kell a holnap. Úgyhogy holnap megint gyerekeket kell keresnünk, időseket és rosszú játszokat, nem? Az a baj, hogy ilyenkor Anna mindig behúz egy 8 éves. Igen. Nem mondd ezt, kérlek. A Facebookon intézünk el egy felhívást. Lehet, ez fiatalabb is, nem kell. Ez már túl jó, nem? Persze, 8 éves már veszélyes. Még megnyeri, gyakorolhat. Na jó van, 5 perc van pontosan, 7 óra jönnek újra a hírek után pedig jövünk mi is vissza. 7 óra múlt pontosan 9 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri, hello drága hallgatók. Itt vagyunk, közlekedési híreink is. Vannak Budakeszi úton lassú a haladás, de balesetmentes, kaptuk ezt SMS-ben. Trafiznak Martonvásáron a CBA előtt, ezt Viki üzente nekünk. Aztán gyalog gyorsabb, hogy miért Budakeszin, azt nem tudjuk, de hogy áll a sor. Ott valami felújítás van, vagy valamit csinálnak szerintem, mert nagyon sok üzenet jön most, hogy Budakesziről viszonylag nehéz a bejutás. Pilis Szántón a 10-es úton mérnek a rendőrei. Aztán ugye megkaptuk, hogy ez Pilis Jászúj falu, nem Pilis Szántó, mindegy, valahol mérnek, ez a lényeg, ez a legfrissebb. És a Martonvásári CBA, azt pedig mondtam, köszönjük szépen. Egyelőre a Budakeszi úton nincs baleset, csak lassú a haladás. Hitelmentes, szép napot kíván mindenkinek, István. Köszönjük. Hát ezt nagyon szépen köszönjük. Ezt nagyon szépen köszönjük. Nagyon kedves vagy. Én tudom, hogy veletek szokott-e már olyasmi lenni, de velem igen, hogy most reggel is bementem a fürdőszobánkba, ami ugye közös fürdőszobánk, vagy inkább mosdó nevezük így, és mielőtt eltakartam volna az arcomat, hiszen mikor belenézek a tükörbe, mindig megriadok a látványtól, észrevettem, hogy van itt egy a fejemen egy ilyen párhuzamos karmolás, ami fogalmam sincs egyébként, hogy fut végig egyébként a homlokomon is, meg az orromon is. És próbáltam meg így gondolkodni rajta, hogy tegnap vajon verekedtünk, veszekedtünk. Macska. Megriasztottam a macskát. Vagy, biztos álmokban a macska. Igen, de hogy, lehet. Hogy ez tök érdekes, amikor felkeltek, és így marhára nem emlékeztek rá, hogy mi történt, de hogy a nyakadat nem tudod végigfordítani, össze van karmolva a fejed, húzod a lábad, be van állva az akillészed. Mondjuk ilyen nincs, tudsz, ez tényleg nincs. Mi? Hát ennyi minden egyszerre. Érted, de hogy így valamelyik mindegyikünkkel előfordult már, hogy felkezd, és fogalmad nincs, hogy mi történt az éjjel veled, mert hogy mint akit összevertek. És most próbálom így megfejteni, hogy összerakni magam, hogy vajon mi az Isten lehetett. És mire jöttél, Mónika, átmászott éjjel, vagy mi volt? Nem. Még most ott van a gyerek. Már nem karmol, már megadóan tűnik. Már levágtátok a körmét, igen. De nem az, hogy a macska rád fekszik, vagy oda fekszik? Na jó, vagy, de attól az a lábamhoz. A lábamhoz szokott egyébként, ezt rendszeresen csinálja. Állítok, a fejére is ráfekszik, amikor mélyen alszol, akkor ráfekszik a fejed, és kiszívja az agyadat. Ugye? Nincs ilyen? Mit? De mit tépti? Nem, az a legenda, hogyha az ember mélyen alszik, akkor a macska ráül a mellkasára, meg a fejére. Nem tudhatod, mert mélyen alszol. Az elmúlt 43 évben volt macskánk, soha nem fordult elő. De lehet, te alszol. Hát nem hallod. Tudod, mert alszol. Ja, hát tényleg. Te lehet, hogy már meg is haltál, mert rájut az hátra, meg az orrodra a fenekével, nem kaptál levegőt, és te most már halott vagy. Aha, de ilyen alapon az is előfordulhat, hogy kemény kalap a sétapálcával és miniatűr stepcipőben steppel az arcomon, de mivel alszol, erre nem emlékszik. Tehát ez is előfordul. És miért vannak szőrszálak a szánszélén? A szánszélén? Ugye? Annak tudom azok. Az a bajusza. Az is a macska? Rosszalkottál a macskával? Kicsit. Igen? Na mindegy, igen. Hát nekem nincs ilyen rejtélyes ébredésem. Ez lehet, hogy már egy ilyen kori sajátosság nektek. Na hogy mindenre emlékszem. Fáj, nyom, na, nem belalszol. Nem múlik. Jönni fog? Persze. Igen? Nekem most rendszeresen mondjuk a bal lábam, az akilész mindig valamiért be van állva. Azt se tudom, hogy miért. Biztos a macska. Biztos ráfeküdt a macska, és kiszívta. Csak a macska lett. Magára tetszenek ezek a videófelvételek, amikor lehet találni a különböző videómegosztó portálokon ilyeneket, amikor gyakorlatilag lefekvéstől a felkelésig videóznak valakit. És akkor megvan az összes mozgás, ahogy kibújsz a takaró alól, ahogy bebújsz újra, ahogy lehúzod a párodról, ahogy visszahúzza, és ezek fel vannak így gyorsítva, iszonyú szórakoztatók tudnak lenni.
nagyon viccesek. Na jó, hát nálad ilyen nincs a hálózsák, az nem, nem mászik el. Az nem, ugye? Az rohadtul nem. De ilyenkor még becipzározva? Nem, ilyenkor most nem. Nem, mert már meleg lenne. Mert tudod, rajtam van ugye a Jéger is. Ez nagyon jó, a Jéger az aerobik zoknikba. Igen, ez szenzáció. De nem lehet, hogy azt szorítja el az Achilleszedet, az aerobik zokni? Egyébként lehet. Most lehet egyébként, hogy úgy karmoltam össze a fejemet, hogy megpróbáltam kibújni. Igen, felcsúszott a nyakam, az aerobik zoknél menekülni próbáltam a zárt hálózsákon keresztül, és akkor történt a dolog. De hogy ez milyen érdekes, hogy van egy másik életünk, amire alig tudunk valamit, hogy akkor mi történik velünk. Nem, nekem tudom, nem jelzik. Nekem se. Úgy valahogy, aki jó, amit nem tudok magamról. Mit csinálok alvás közben, az tök jó, hogy nem. Annyi mindent csinálok egyébként, hogy annyira jó, hogy nem tudom, hogy mit csinálok alvásnál. Nem? Nekem ugye? Sem. Hogy ez valahogy nem hiányzik. De fölveszem neked, ha holnap este. Ja, jó, gyorsítva. Én főleg a hangokra vagyok kíváncsi. Jó, és ilyen mesztelenül alszom, csak szólok. Igen? Én tényleg? Gyűlölöm, ha valami rajtam van. Gyűlölöm. Sokszor én is. Ugye mi egy takarózunk, egy nagyja, és akkor könnyebb odaférni. Na azt nem tudom, hogy csináljátok. Az egy nagy takarózás. Miért összebújsz? Kiteszem a jobb kezem. Én kiteszem a jobb kezem. Ide rakja a béka fejét. Az elalvás ide. A rettenetes izomzatra érted, igen. Amit azért mondom, hogy kicsi zsíros, hogy neki puhább legyen. Ide teszi, átölelem, egy takaró és kész. Oké, ez az elalvás. De hát aztán nyilván mindenki ugye befordul a saját pózába. Tehát úgy még embert nem láttam aludni, hogy elalszik úgy, hogy ki van nyújtva a keze rajta, fel, és reggel úgy ébred. Csak egy fél óraig így húzod. Nem tudom, elszűkült a kezed, és így már nem tudom, üszkösödik, mert nincs benne vér. Tehát az az elalvás, persze. Jó, de a békánál ez olyan, mintha rapszíra lenne fűzve. Tehát a felé egyszer átölel, onnantól kezdve. Ott reggelig nincsen. Egy mozdulás sem. Flexel kell lefeszíteni. Az igaz, hogy akik már háttal alszanak egymásnak, ott már baj van a házassággal? Nem. Miért lenne? Csak kérdezem. Szerintem az egy haladó póz. Azt 80. oldal az illatos kertben. Igen, az már ott. Hát rajta, ott már nagyon ügyesnek kell. Nem, az egy paplan az necces szerintem. Mert az ugye, ha fázós valaki lehúzza, akkor a másik húzza le, az aha. Mindig az egy paplanos, az sokszor egy harcba torkolik. Egy ilyen tudatalatti mély álomban lévő ilyen paplaharcba. És nem is emlékszünk rá. És nem is emlékszel, csak tudod, hogy reggel hajnában fölébredtél arra, hogy fázol, akkor áthúzod a paplant, akkor ő húzza vissza a paplant, mert ő is fázik. Két paplan. Az a haladó. Szerintem az a haladó. Aha. Nem? De az mi amatőrök vagyunk. Az egyet, nem, jó az egy. A haladó, a két paplanos. Jó az egy, de mi két paplan? Jó, de. Mert a Viki mindig nagyon fázos, én mindig kitakarózom. Tehát, hogy akkor viszont hajnal, akkor én szedem le róla, tehát, hogy állandóan, ugye, hogy forgolódik, akkor én nem tudom. Tehát, hogy mi két paplannal nyomjuk. De az igazán haladó az a két külön szoba, két külön emelete. Két külön lakás. Két külön városban. Igen, az igazán. Az érdekes, hogy vannak, akik egyébként tényleg úgy élnek, hogy külön alszik, külön szobában. Mondjuk, hogy annyira eltérő a bioritmus, tehát hogy az egyik szeret hajnal egyik olvasni, a másik 10-kor már alszik. Figyelj, szerintem nem ezen múlik egy kapcsolatnak a minősége, hogy hol alszol. De ezt most tök komolyan mondom. Tehát rengeteg ember él úgy, hogy egyébként 5 pontot vagy 5 forintot nem ér a kapcsolatuk, de baromira együtt alszol. Aha. Tehát az alvás az egy olyan minőségi dolog, amit te nyilván szeretsz a te saját nyugalmad érdekében elkövetni. Ha most mondjuk egy pali horkol, vagy a nő kell a gyerekhez, vagy de ha nincs is gyerek, csak mondjuk külön szobában alszanak, mert a pali sokáig tévézik, azt szerintem nem, attól még szexelni össze lehet járni. Tehát, sőt, izgalmasabb változatosan. Sőt, izgalmas, persze, tehát hogy ez nem úgy van. Én nagyon sok olyat ismerek, aki külön alszik, meg hallottam is. Úgyhogy az elsőre ugye az emberi mindig ez, de külön alszotok, de fura. Csak elmondja, hogy igen, figyelj, de hát most ez nem azt jelenti, hogy nem szexelünk, vagy nem vagyunk együtt, vagy nem fekszünk rá együtt, csak az alvás az mindenkinek egy olyan dolog, hogy máshogy zajlik, és ezért külön alszanak. Szerintem az egyébként praktikus. Tehát ez nem egy rossz dolog. Egy bizonyos kor fölött én már nagyon sok nagyszülőt hallok például külön költözni. 60 évesek, nagyapád, apa horkol, így van, és külön alszanak. Az anyuka mondjuk nem tudom, olvas sokáig, akkor az a férjet idegesíti. Aha. És egyszerűen külön, együtt fekszenek sokáig, de a végén külön ágyba van. És nagymamakorban már zárod is az ajtót. Bizonyám. És ők az első pillanatok kezdve így alszanak? Az ismerősöd, akiről mondtad, hogy ilyen külön hálószobások, hogy ők így kezdték az elején, megdumálták, hogy azt mondták, hogy külön alvás van, mert az a jó, vagy pedig a később alakult? Hát szerintem ez így alakult. De egyébként marha érdekes, hogy ha belegondolsz, vagy belegondolunk, akkor régen például a paraszt élethez ez hozzátartozott. Külön ágy volt, tehát külön aludt a férfi, külön aludt a nő. Ezek után úgy csak kicsit később gyűrűztek be ezek a dolgok, ez a közös ágy, vagy ilyesmi. Régen ez nem így volt.
Hát mert apának kellett. Jó, de régen úgy volt, hogy megérkezett apa a munkából, ő kapott vacsorát, azt egyedül megette, aztán jött a család. Hát azért... Igen, de és mindenki nézte. Igen, nézte, jó van apa. Mert ugye az volt, hogy ő járt kidolgozni a mezőre, kellett az energia, tehát a legjobb kaja neki jár, azt, ami maradt, az a családé. Meg a pihenés is nyilván ugyanez volt, apának ki kell magát aludni. Na, senki nem akart volna a gyereked lenni, Feri. Nem én. Ami marad, az a többiek. Jó, Ma sincs semmi. Na mindegy, szóval nem tudom, ez az együttalvás, különalvás, igen, sokan azt mondják, és több kimesélten. Ja, tudom, most nem mondhatom már, hogy kimesélte, igen, tudom. Nem is az a lényeg, csak hogy... Beugrott, tudnám mondani. Összefutottam valakikkel egy valami fogadáson, valami rendezvényen voltunk, és ott belementünk ebbe, és ő elmondta, és egy pillanatra én is meglepődtem, és föltettem ugyanezeket a kérdéseket, hogy de hát a külön alvás az nem az, hogy már de egy hülye vagy, dehogy is, és elmondta, hogy mik az oka, és azt úgy meg elfogadtam. Várják itt alá, Boginacsa. Igen, Gangsta Zoli és O.J. Simpson. Igen. Nem. Azt írja valaki, hogy a 230 centis paplan az már nagyon haladó. Azt nem tudod lehúzni senkiről. Hmm. Külön paplanról szoktunk egyre is sokkal jobb. Ugye az egy paplan. Az egy paplanos megoldás, amit valószínűleg ti is nyomtok. Igen, mi is egy nagyjal vagyunk. Ezért lenne jó egy olyan találmány, hogy egy olyan takaró, ami az ágy alatt körbeér és össze van varva. Nem? Mindenki húzza, ameddig akarja, érte, gyakorlatilag egy végtelenített takaró lenne. Senki nem tudja lehúzni a másikról. És hogy, ja, hogy lent lelóg a földre? De persze, igen. Az ágy alatt, ennyi. És akkor húzod. Bebújtok alá, húzod. Mint a WC-deszkán az a nejlon, ami így megy körbe. Így és bárhogy húzhatod. Egy végtelenített paplan vagy takaró. Na, onnantól kezdve nem lenne soha probléma. Igen. Na mindegy, jól van. Gyerekek, van új hírem a malájgéppel kapcsolatban. De jó, már kérdezni akartam. Igen? Érdekel? Aha. Igen, nem. Hozzá kávé. Nagyon izgalmas. Tegnap megint kerestem kicsit. Na, és most hol? A Jón-tenger volt tegnap. Tegnap megint kiukadtam. Nem. Ez nem Google Maps, senki ne gondolja, mert nem, de tehát ott ez egy külön alkalmazás. Ez egy külön alkalmazás, tessék? Nem vagy amatőr, hogy a Google Maps. Különböző külföldi oldalakon ugye létrehoztak műholdképeket. És ezeket a műholdképeket megnyitották hétköznapi felhasználók számára. És a műholdképeket lehet letölteni. És ez a műholdképeket tudod nézni, tehát nem a Google Earth-ön keresed 4 évvel vagy 6 évvel ezelőtti fotókat nézel. Hát ezek állandóan frissülő. Ugye hát egy óra vagy egy nap alatt, mit a hányszor kerüli meg a Földet, és folyamatosan ráfrissít. És megadták azt a szektort, ahol lehet keresni. És volt találat. Most valaki talált valamit, úgy néz ki, képzeljétek el. Méghozzá a két gyanús tárgyra bukkantak műholdképeken. Valahol, nem is tudom, az ausztrál miniszterelnök jelentette be, és az indiai tengernek a déli részébe találtak most valamit, úgy néz ki. Uh-huh. És most menne, elindították oda a hajókat, igen, hogy már repülőgép is indult, hogy megvizsgálják a térséget. Az indiai óceánnak? Az indiai óceán, bocsánat, igen, az indiai óceánnak az aljába, a déli részébe úgy néz ki, hogy valami van most. De akkor ezt nem tudjuk biztosan. Déli részében így van. Nem tudjuk biztosan, hogy ez annak a gépnek a roncsa, vagy roncsa. Egyáltalán két dolgot találtak. Két olyan tárgyat találtak, igen, ami most úgy néz ki, hogy akár lehet ez a gép, és most elindultak oda. Illetve a pilótánál vettek észre furcsa dolgokat, mert betörtek, vagy bementek a házába, és a szimulátoron most ugye töröltek egy-két útvonalat. És ez viszont fura. Mert hogy ugye nem foglal nagy tárhelyet, azt mondja az FBI a gépnek a memóriájában. Ez a dolog, hogyha te lementett utazásokat akarsz visszanézni, hogy merre mentél. Viszont kettőt kitöröltek, és... Egyre gyanúsabb a pilóta. De hogy miért ő begyakorolta otthon, hogy valószínűleg hogy begyakorolt menni? Valamit, igen, és amielőtt felszállt volna, akkor ő ezeket törölte. Aha. Tehát megfogta és kitörölte. Egyre meredekebb ez az ügy. Igen, és most a pilóta az most már nagyon-nagyon-nagyon gyanús. Hát, hogyha az tényleg roncs, ugye ott a tengeren, akkor valószínűleg lezuhantak. Tehát akkor már sajnálatos módon nincs túlélő. Én annak örültem volna, az egy nagyon jó verzió volt, amit tegnap mondtál, hogy ez a gép ez valahol áll. Tehát, hogy valahova eltérítette a pilóta, leszállt valahova, nem tudom, még gondolkodik, hogy mire használja fel a túszokat, de hogy az olyan jó lett volna. Ha az repülőgép szerencsétlenség még akkor is előtte volt egy eltérítés, az nyilván nem egy vidám dolog. Az nem. Maldív-szigeteken bejelentkeztek néhányan, hogy látták, aztán most azt mondják, hogy az nem hiteles. De ezt se értem. Hát de hogy ismersz fel egy gépet? Hát de már elmondta a sok szemtan, hogy láttak egy gépet, ami mit tudom én, csíkot húzott, meg alacsony repült, meg fura volt a hangja. Aha. Most kimentek, aztán maguk azt itt nem láthaták. Ja? Jó, akkor nem láttuk. Tehát, hogy
azért itt vannak ilyen érdekes dolgok, hogy most ők azt mondják, hogy ott a Maldív-szigeten ezt nem láthatták. Aha. De hogy nem arra mentek. Vagy arra mentek? Hát végül is tulajdonképpen az jó irányban. Aha, tehát, aha. Hogy lehet, de most azt mondják, hogy nem. Úgyhogy jelen pillanatban itt tartunk. Nekem egyébként ezek a kollektív összekapcsolódunk, és akkor együtt próbálunk meg valamilyen ügy érdekében tenni valamit a saját eszközeinkkel, ez marhára bejön. Tehát, hogy ezt szerintem ez egy fantasztikus dolog. Annak idején, most nem tudom, hogy van-e még lehetőség rá, régebben tudom, hogy volt rá, olyan, hogy, vagy arra lehetőség, hogy például személy számítógépeket naponta több órára is oda lehetett adni különböző kutatási projektekre, összekapcsolódtak, és ezek a számítógépek együtt dolgoztak valamin. Úgy, hogy te nem is láttad otthon a gépedet. Csak be volt kapcsolva a gép, és akkor így gyakorlatilag egy hálózattá állt össze több száz vagy több ezer személy számítógép a világon valamilyen projekt érdekében. Ez van most is, egy felajánlást kell tenned, hogy a te gépet szabad ilyen kapacitásra, és akkor gyakorlatilag úgy dolgoznak a gépeddel, hogy te nem is veszed észre, de csak magát az agyát, tehát a tárhelyet meg ezeket használják a gépnek, tehát nem néznek bele az adataidba, ez nagyon szép. És akkor ha adsz egy ilyen nyilatkozatot, akkor tudományos célokra felhasználják a te gépednek az agyát. Egyszer én is felajánlottam, de visszaírtak, hogy a múzeumnak ajánlott fölgyenik. Ezt tassza. 386-os. Hallod? Nekem még volt 286-os is. Na mindegy, érdekes dolog az. Rajta tartom az ütőerén a dologon. Mindenképpen. És mikor érnek oda? Nem nyilatkozott az ausztrál? Nem tudom most, mikor mennek oda. De ez még mindig nagyon érdekes, hogy ez is csak ellopnak egy repülőt 200 utassal, szóval ez számomra teljes nonsens. A két roncsot, azt így találta meg valaki, a két roncs darabot? Igen, azt műholdképeken vették észre, hogy ez most amatőr volt, vagy valamilyen katonai műholdkép elemző, azt nem tudom, de több százezeren keresnek most különböző műholdképeken, és van egy oldal, ahol meg lehet nézni azokat a fotókat, amiket beküldtek az emberek. És akkor van, ahol kielemzik azokat a fotókat, aha, hogy feldolgozzák a képeket, és több olyan kép is van, ami most egyelőre gyanús lehet. Tehát amit egyelőre ugye mindig megkapják, akik feldolgozzák a képeket, és ők már ugye ismerik, hogy az ott valószínű, és beírják, hogy szemét, vagy valamilyen hajóból kiesett, vagy valami, és beírják, visszaküldik a képet, és te láthatod, hogy amit te találtál, aha, az mind. Hát érdekes az alkalmazás. És ezt most megtalálták, itt bőröndarabokat keresnek, most meg szárnydarabokat. Azt mondják, hogy ez az lehet. Úgyhogy jelen pillanatban így állom. Na, viszont van itt egy másik dolog, amiről csak két mondatot kéne beszélni. Van ez a kolumbiai elnök, aki egészen fura dolgokat produkál, és hát ha elnöknek akarnak választani, akkor ez mindenféleképpen szokatlan. Uh-huh. Nem? Aha. Amit csinált. Ugye ő az újra választásáért kampányolt, és nem tudjuk, hogy miért, de egy ismeretlen folt jelent meg az ő nadrágján. Beszéd közben, ami azért elég fura, egy újra választásra készülő elnök. Hát ihletett pillanatok voltak nyilván, és olyan elánnal, olyan szenvedéllyel adta el a dolgot, nem tudott mindenre koncentrálni. Nagyon szépen fogalmazta, egy ismeretlen folt. És ez egy quadruán? Na, igen. Szóval a történet az, hogy döbbenet, amit látunk, egy jól öltözött kolumbiai elnök beszél egy nagy újságírói plénum előtt, egy valamilyen reklámfal előtt. Fehér nadrág van rajta. Tök jó. Fehér ring, barna öv, egészen egy olyan krémszínű nadrág, jól van fölöltözve, mondhatni. Divatos, elegáns. Mögötte állnak szinte jól öltözött emberek. Az elnök elkezd beszélni. Nagyon klasszul beszél. Las hemos venido cumpliendo rigurosamente. Y vamos a seguir cumpliendo para consolidarse la costa caribe. Nagyon szépen átítatott gondolat. Nagyon korrekt, amit mond. La República! Nagyon korrekt, amit mond. Ebben a pillanatban egy apró kicsi folt kezd megjelenni az ő nadrágján. Középen. Como una región productiva y exportadora para continuar reduciendo el desempleo, generando más trabajo. Ha megvan, azt mondta, hogy para continua. Ez a folt, ugye? Igen. Ez a folt, ez egyre nagyobbnak kezd látszani egy idő után, és tulajdonképpen az történik, hogy a Kolumbia elnökjelölt több ezer ember szeme láttára bepisír. Bepisír. Érted? Hát, igen. Hát én is jöttem lázom már saját magamtól egy műsorban, amikor úgy éreztem, hogy na most ez jól megy. Micsoda szenvedély. Hogy megyek? Hogy hasítok? Kettes vagy a négyes szép? Kettes vagy a négyes szép? Jaj, becsolgat! És éreztem, hogy... ott a baj. Azért ez komoly, mert ha te tudod, hogy ilyen tüneted van, és nem tudod megfogni, arra fel lehet készülni. Vagy annyira lázba jötsz, hogy bepisítsz. No podemos olvidar
Siempre tiene que estar uno agradecido. Akkora folt van a nadrágján, hogy én szégyellem magam, miközben nézed az. Tehát, hogy elképesztő, hogy hogy néz ki egyébként. És... No podemos olvidar este escenario, donde estamos ahora mismo. Észre se veszi, nem szóval a gárdán. Nem mond semmit. Most igen. Como homenaje. Most már nagyon tapsolják, most már veszélyesen nagy a folt. Tehát, aha. A közönséget nem mutatják az első sor? A közönséget nem, a háta mögött lévő emberek még nagyon tapsolnak, mert nem sejtik, hogy valami komoly baj történt az elnök. Hát, vagy éppen ellenkezőleg ők látják, hátul is a folt. Egyébként... barna. Figyelj. Ami ez a folt, ez valószínűleg ez már hátra is átment. Tehát ez átterjedt. Mennyi esélye van megnyerni így a választást? Ha ez volt a választási beszéd. Hát én visszatapsoltam volna. Tehát, hogy én a költözgülésre is elmennék. Igen. Az első sorba. És azt látod az elején, hogy még nagyon lengetik ezeket a transzparenseket. És aztán egyre lassabban lengetik? Nem, aztán eltűnnek ezek a transzparensek. Szerintem mindenki szépen vagy hazamegy, vagy leengedi a transzparenset, hogy nem akarok egy ilyen emberre szavazni. Nem tudom, mi történik, de ez nagyon fura. A Pali konkrétan bepisil. De ezt érted? Már érted magát a folyamatot. Hát, várj, megnézem a beszéd végét, hogy van-e, hogy megy, mert tapsolják. Nem. Lenéz egy kicsit magára. Vagy. Nagyon vicces, hogy egy politikus Pali egy brutál foltalan a drágán, és nem néz le magára semmit. Csak mondja, hogy vamos. Vamos, Rafa, vamos. Hogy ki kéne menni. Nagyon-nagyon ki kéne menni. Ki kéne menni, és hogy egyébként meg ezek a rohadt jobbosok nem engedtek ki még itt a budira sem. Az egyik Pali felé odafordult, aki azóta hülyén vakarózik, ott szerintem ő sejt valamit. Tehát ő így picit így lenézett, forgolódott, ő már érzi, hogy baj van, de az ő nadrágján nem jelent meg még semmi. Egyforma fehér nadrágban vannak a férfiak fönt a színpadon. Aha. Egyébként. Szóval azért az... Mondjuk, itthon hogy... egy ilyenből nem jössz ki. Hát szerintem ott se. Mondjuk így szerintem, hogy ha igazán egy csónakban neveznének, akkor a pártársai most a hátsó sorokban szintén eleresztettek volna valamit, csak azért, hogy lássák, hogy ez egy előre megbeszélt dolog volt. Vagy ez a program része. Ez egy kollektív döntés, és mindenki kicsit bepisül. Egy is nőnek a foltok. Mi így szavazunk? Igen, ha igazán jó pártkatona vagy, akkor ez a dolgod, ha a főnök bepisült, nem? Hát... No, due, tres. Opszi! Úgy nem izzad az ember, ugye, hogy csak ott. Hát nem, meg nem ennyire érte. Csak így... próbálom kimenteni, hogy én mit mondanék a kampányfőnöke. Hol van ez, Kolumbia? Aha. Kolumbia, tudod, nagyon nedves az időjárás, nagyon nagy a páratartalom, meleg van. Van a kokainfogyasztásnak egy ilyen melléktermék, hogy inkontinens leszel? Na, tehát, hát, van egy ilyen, amikor már nem tudsz uralkodni a testnedveidem? Amikor annyi kokain hívtál, hogy már hát, nem... Vagy lehet, hogy tényleg ott az ünnepötő meg a második, harmadik sorban meglátod valakit. Valamelyik kártelből, ahogy integetnek neki. Fölmutatok, hogy elvágjuk a kolumbiai. Hogy fültől fülik. Beszélj csak, úgyis elvágjuk a torkodat. És elkezdett beszélni, és egész egyszerűen összepisülte magát. Szóval ez a szituamből nem jössz ki. Nem? Nem. Hát ebből nem. De csak min gondolkozhatsz ilyenkor? Tudod, és tovább folytatod, vagy nem tudod? Szent meggyőződésem egyébként, hogy egy adott pillanatban erre te rájössz. Aha. És akkor mi van? Hát ott már nincsen semmi. Reménykedsz, hogy nem előtte az ember, mint hogy átütsön. Igen. Tehát nem hagyod abba a beszédet. Aha. Vagy csinálsz egy pillanatnyi elfordulást, lenézel. Túl messze vannak, nem látják. Túl messze vannak, nem látják. De már látják. De már ilyen. Igen, amikor megáll a kamera, akkor mindegy. Igen, hát ez táptalaj az ellenzéknek. Igen. Egy elnök, aki bepisil. Hát milyen elnök? Ő újra választott? Nem tudom, hogy ő a régi elnök. Nem, újra választatni akarta magát a kolumbiai elnök. Újra választ, igen. Hát nem sikerül. Ez Juan Manuel Santos. Manuel már nem a régi. Manuel sem a régi. Föltesszük a linket a Facebookra, nézzétek meg. Döbbenetes egyébként. Még mi is terjesszük, tessék. Szegény. Most meg kéne venni a jogokat. Hát ugye tudjuk már. Ja, hogy így lehet, így lehet leszedni a netről. Ő hogy fog vajon elhíresülni? Ő biztos így. Lesz valami beceneve. A Pisi. Ahúgyos Manuel. A Pisi Manuel. Szegény. Azért ez kemény. Ennyi ember előtt a színpadon, ez kemény. Kemény tud lenni. Na jó van, 7:30, pontosan 2 perccel. Óven bácsira nagy elánnal már lehet jelentkezni, ha valaki szeretne magának egy szép kis ajándékcsomagot. Mi pedig jövünk a hírek után. 3:48, múlt 1 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, itt vagyunk. És
megnézem, hogy vannak-e közlekedési híreink. Ha vannak, azt be is olvasom. Szerintem ez egy nagyon-nagyon konstruktív ötlet. Én a Ferivel szerintem mögötted állok. Így van, hogyha mondod a közlekedési híreket, mi például támogatok? Meghallgatjuk. Így van, mindig olyan jó. Így van. Én még akkor is tapsolni fogok, amikor az első foltok megjelenek a gatyádon. Annyira izgalomba jöttem attól, hogy az M3-as befelé a Kagylós kutól torlódik, gyerekek. Hát ja, mi lesz így velünk? Ablakos Sanyi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Ez egyébként nem is annyira régen jött. Az okát többen kérdezik, nem tudom. Jött valami, hogy a Kacsó-Pongrác felüljáron 3-as koccanás van, és valószínű ez tartja fel a forgalmat az M3-asnál. Ezt egy ember elküldte, hát bízunk benne, hogy úgy is van. Pók apa küldte nekünk, egészen pontosan a Kacsó-Pongrác felüljáró tetején, nagyon rossz helyen, 3 autó is egymásba ment, és ez szépen visszadugítja a forgalmat. Oh. Úgyhogy az M3-asról lassú a bejutás. Ez az oka. Ez az oka, több nincs, csak a régiek, úgyhogy nincs. Nincs igazából közlekedésünk más, amit mondani akartam. Na, jön a Svarci, arról akartam beszélni. Igen, hát csak októberben, hát hogy azt meg is kell még élni. Igen, nem így akartam befejezni, én kezdtem el rosszul. Igen, én kezdtem el rosszul, de amilyen hangulatban meg állapotban mostanában nem kell attól félni, hogy bármiféle tragédia is történne. Egyre másra osztja meg magáról a jobbnál jobb fotókat, iszonyatosan jó videók készülnek vele, marhára elemében érzi magát az öreg. Most tegnap egy olyan fotót láttam vele, ahol egy ilyen egyetemi kampusznak a kijelölt dohányzó helyén támaszkodott, és egy irgalmatlan nagy tőle megszokott kubai szivarral mulatta az időt. És hát élvezése, tetszik neki, és nagyon-nagyon jól érzi magát a bőrébe, és egymás után jön ki a jobbnál jobb filmekkel. És mit csinál? Tudjuk, hogy miért jön? Valami rendezvényre jön, de hogy valami promóciós turné keretein belül jön ide? Vagy, igen. Igen, valamit aha népszerűsít majd októberben? Igen. Na, az jó. A szivarozást. De nem nagyon szokott így nagyon utazni. Tehát nem az az utazós típus, aki csak így jön. Nem? Hát most, hogy elég sokat forgat, azért jön-megy a világban megint. Nagyon éli a világát. Te és mindenhova elmegy, marha jó fej. Hát így legutóbb, amikor láttam tőle egy kis videót, az egy főzős műsorban történt, egy harckocsi mellett, ő egyébként talán kevesen tudják róla, hogy harckocsi vezetőként szolgált annak akkor idején. Nyilván nem volt itt kigyúrva, mert nem fér az osztrák seregben, nem volt már kicsi akkor sem. Aha. Én nem is tudom, hogy esett rá a választás, lehet, hogy valaki lebetegedett, és akkor csak Arnold fiam jöjjön már ide, tud maga vezetni, befér maga ide, egyáltalán aztán befért. Szóval, hogy egy harckocsi mellett, aminek Arnold Schwarzenegger a felirata, állnak egy főzős műsorban, és irgalmatlan mennyiségű tojás, sajtot, húst sütnek, és utána csinálnak egy ilyen cipó méretű szendvics, amit aztán az egyébként amúgy sem kis darab műsorvezetővel együtt fogyasztanak el, és úgy sütik meg a tojást, meg a húst, hogy a harckocsinak felforrósodott, a napon felforrósodott, vagy menet közben felforrósodott páncéllemezén. Ott sütik meg a tojást, igen. De vicces benne a Svarci, tudod, hogy azt várnád, hogy ez mégiscsak kormányzó volt, mégiscsak mögött egy csomó minden, hogy majd így odafigyel, és ilyen nagy haverkodós, nagyon jó. Majd jó arc, igen. Hihetetlenül jó. Most én megnéztem tőle, nekem az kimaradt így moziban, ez a Supercell a című film, amit együtt csináltak a Stallone-val. Nem volt egyébként egyáltalán rossz, de amitől már megmondom őszintén, már a trailer megnézése közben borsozott a hátam, hogy úristen, ezt látnom kell, úristen, ez nagyon jó lesz, mennyire old school, ez a Szabotás című film, ami nem sokára ki fog jönni, és egy ilyen totálisan old school, abszolút véres, 18 igen pluszos akciófilmről van szó, az is hihetetlen. Mindenkit megöl, szép tép foggal. És még mindig jól áll neki ez a... Nem, igen, katona, amilyen deszant egységben van, és még mindig megy. Igen, és tök jó. Nagyon másban nem tudna lenni, ugye? Tehát miben lehetne? Nem. Tehát azért egy komoly filmdrámát nem nagyon tudsz vele elképzelni. Ez a karakter. Volt ő Romeo is. Figyeljetek, emlékeztek arra az Ovi bácsi is. Hát jó, az azért a komoly drámától azért az nagyon messze van. De azt mondom, hogy más szerepben, mint ez szerintem tök ugyanazzal az arccal. Igen, hát jó, más sokat nem tud. Ennél jobb már csak Stallone a lefittyedő kis ajkával. Na, ebben nincs igazad. Nehogy azt mond nekem, hogy a Stallone óriási színés. Talán egy jobb színész. Tehát ha megnézed a Copland. Igen, a Copland azért nem egy rossz film. Copland az egy jó film. Bizony, és azért szerintem a Rocky első része is jó. Szerintem a színészi kvalitásokban egy kicsit erősebb, mint a Stallone, mint az Arnold, tehát neki már-már felfedezhető némi minimális színészi játék. Tehát Arninál azért ez ugye kevésbé mondhatott el, amíg működött az arca. A Coplandben egy ilyen kisvárosi, nagyon elhízott, nyugdíjazott rendőrt játszik, aki belekerül egy ilyen korrupciós ügybe. Az talán nem kapott, de jelölték.
Ott jó, igen, ott tényleg kameráért, gondolom, mondjuk hogy a rendezésre. Vagy ott ez tényleg ott ügyes volt. És úgy tudott helytállni, hogy azért kapaszkodnia kellett, mert abban a filmben például Robert De Niro és Ray Liotta is játszik, tehát hogy ott azért nagyon nagy színészek vannak, de hogyha megfigyeljük a két embernek a pályafutását, és mondjuk egy-egy klasszikus akciófilmjüket kiválasztjuk, akkor azért nézd már meg az Arnoldtól a Kommandót, meg mondjuk nézd meg a Rambót a Stallonétól, tehát hogy ott azért színészi kvalitásokban van azért különbség. Jó, hát az Arnold Kommandója, hát az nagy film, de hogy az egyarcú csávó ugyanolyan arcot, amikor rönköt cipeli, ugyanolyan arcot, amikor meg tudja, hogy elrabolták a lányát. Elkezdi kifesteni magát két ujjal. És a végén, mikor kiszáll a gumicsónakból és felfegyverzi magát, mekkora rész. Mekkora rész. És rommál ő utána. 400 ember, tudod. Tehát, hogy így és aztán egyedül a főellenségét egy ilyen kályhacsővel átfúrja, és, vagy átszúrja, és akkor a kályhacsőn keresztül jön ki a gőz. Tudod, ilyen teljesen agyagyot. Azért a banális sztori, elrabolják a lányát és visszaszerzi. Őrületes forgatókönyv, hihetetlen, nem láttunk még ilyet soha azóta se. Voltak a lányom, megyek, visszaszerzem. 12 órája van, stopper óra indul, és vissza. Én még azt hangol elmondással láttam. Bement a producerekhez. Nagyon jó sztori. Na, gyerek. Mondjad, Arni, mi az? Elrabolják a lányom. Azt a megyárja. Várjál. És mit csinálsz? Várjál. Visszaszerzem. Azt a jó Arni. Lesz. Van egy ötletem. Jövök le egy rönkkel a hegy oldalba, és irgalmatlan nagy a bicepszem. Hogy tetszik? Figyelj, mutatom, megvan már. Megtalálják engem, hogy szálljak be egy akcióba, de én nemet mondok, és a következő pillanatban már elrabolják a lányomat. De visszaszerzem. Úgyhogy szenzációs, szenzációs. Igen, nem nyugdíjazott a Koplentben, igen, nem kisváros érje valaki, valóban így van, de az egy jó kis film. Na jó, oké, szóval Schwarz jön, megnézzük majd októberben. Most pedig Óven bácsira és Beru nénire nyitunk rá már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Sziasztok! Barnabás vagyok. Barnabás, szia! Honnan hívsz minket? Tápjószecsői vagyok, viszont Budapesten dolgozok. Na, és mit csinálsz? Tulajdonképpen egy mobil autókozmetikában dolgozok. Az, amikor így kivonultok házhoz, és akkor ott megcsináljátok a háznál? Igen, ugye helyszínen. Ráértek most? Persze. Bármikor. De mert tényleg, én lemosatnám. Én nem csináltam még ilyet soha, hogy kivonultam a házhoz. De nem vízzel csináljátok, ugye? Tehát, hogy nem ilyen vegyszeres. Nem. Ugye tisztítószerrel, ugye belső kártépisztítást is vállalunk, és ugye minimálisan leszűkítve, hogy a vízigényt, mert durván 3-4 literből, hogy egy víztermettel le tudjuk mosni az egész autót. Ez tök jó, profi. Van egy megrendelésetek ide a rádióban. Az menő. Valahogy nem gondolt, hogy őket így házhoz hívja. Anna a telefonszámot tudja, hogy úgy van bejárnak. Csak óvatosan felidúkozása. Ja, ő hozta reggelit. Egy nagyobb nyomású gőzborotva már lepatintja a festéket az Alfáról, úgyhogy valami. Nyilván. Léci, óvatosan csináljátok, Léci. Srácok, még fél perc, és ez már nem külső, hanem belső mozsás. Jó. Az Alfában annyira vékony az ajtó, hogy annyira. A kívülről most a gőzborotvából a kárpit is átvizesedik belül. De nem úgy, hogy már a másik oldalát is kilukasztja. Megnyitjátok a slagot, és már találtatok az új stadion. Képen meg tudjuk csinálni azt is. Ja, tudod, hogy a nyomás a gőzborotvában, elpedig meg elgurul az autót. Hát, hogy így... Gyerekek, ezt benneteket meg... miért zavar az Alfa Romeo, de tényleg? Szeretném meggyőzni arról, hogy... De nem kell, de én jól vagyok. Én érzem te magam jól az vettél, autó. Alfát vettél. Ami egy másik az kategória, még fölöttem. Egy életérzés. Mindjárt ott vagyok a szervizbe. Ez enyémet nem kell szervizbe vinni, nem győzöm hangsúlyozni. Jó, de akkor tényleg ne gőzborotvát hozzatok, hanem radírt. nincs gőzborotva, nincs magas nyomás nálunk. Az nagyon jó, akkor tekintettel vagy te az alpásokra. Jó van. Oké, na figyelj Barnabás, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni, figyelj. Oké. A kis lúg készül. Nagy akarol. Hát, vagy készül a M&X. De jó, ezt Beru néni. Szeleten. Készül a folytatás, csak nagyon jó, nagy erőkkel. Nagyon jó. Bizony. Hetedik rész, 30 évvel Darth Vader halála után fog játszani. Bizony. Barnabás, mutatjuk, hogy mit énekel Óven bácsi Beru néni, figyelj! Beru néni énekel, tehát lány, ennyit segítek. Igen. Ki kell találni. Meg tudjuk hallgatni még egyszer esetleg? Hogy nem, mutatjuk még egyszer, figyelj!
Na? Ezt miért nem játszok ezt a számot? Mi? Ez a bar valami... Nem, azt mondjuk, ez egyik legjobb igen. dala szerintem ennek az előadónak. Komolyan mondom. Nincs meg? De mi? Itt van a nyelvem hegyén ez a... A Barbie Girl-re gondolsz? Az Aquát? Barbie, igen. Na, akkor nem, az nem ez. Mutassuk ezt. Mutatjuk az eredetit, szerintem ez nem biztos, hogy beutatva. De, és egy hosszabbat nem tudjuk mutatni de, esetleg? Még tudunk hosszabbat is, figyelj. Legyen hosszabb. Küzd. Na-n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 a
na, 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 na. Na, hát ha ebből nincs meg, akkor az már nem is lesz meg. Semmi? Az a baj, hogy egyedül vagyok, és a barátnőm az, aki szokta tudni. És pont amikor játékba kerülsz, nincs itt a barátnőm. Igen, igen, igen. És a barátnőmnek is szerettem volna megnyerni a bögrét. Ah, szegény, hát nem lesz bögre. Mutatjuk az eredetit, jó? Jó. Ezt lehet, hogy játszunk. Nagyon jó. Pink. Hát ez nem sikerült akkor. Pink. Pink, tényleg. Igen. Nagyon szépen köszönöm azért a lehetőséget, hogy játszhattam. Köszi Barnabás, köszönjük. További szép napot, ciao. Sziasztok. Hello. Kicsit pufogos volt a dob, én visszavinném az akváriumba. Igen, na jó van. 5 perc, pontosan 8 óra, ami drága Gáborunk, Mr. Mi volt? Hogy hívtam? Mr. Puliszka. Már meg is érkezett, úgyhogy az elmentes övezettel folytatjuk a hírek után. 8 óra múlt 9 perccel. Hello mindenkinek, hello Jani, hello Feri, hello drága hallgató. Jó reggelt. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, nem sokára péntek, 20 fok, ezt mondja a meteorológia. Csodálatos hétvégénk ez. Csodálatos. Forgat végig, gondolom. Nem, meg vagyok, kész vagyok most egy pár napig letettem a lantot. Tegnap este sikerült ilyen 4-9 tájékában kiesni, úgyhogy vége most áprilisig. Akinkumnál a vasúti felüljárónál sávlezárás, torlódik a Szentendrei út, ezt Oki küldte nekünk. Gödöllőn a Kerepes irányába vezető oldalon köhögő gubásokat várnak a sumákok. Gaben, ez is ebben a pillanatban jött. A Kacsopongrác úti felüljáró miatt nagyon nagy a dugó az M3-as bevezető oldalán, a 31-esen Heves elején a benzinkútnál szintén rendőrautóból mérnek, trafi az M35-ösön, M3-as felé vezető oldalán, a 35-ös és a 34-es kilométer között, ezt a milliómos üzeni, és a 204-es kilométernél szintén van egy trafi, az M3-ason méghozzá a Budapest felé vezető oldalon. Köszönjük szépen! Várunk még közlekedési híreket. Csütörtök van, ez pedig azt jelenti, hogy mi itt az elmentes övezettel folytatjuk. A háború elkezdődött. Ivóvizeinket szennyezik, ételeinket mérgezik, az állatainkat pusztítják. Egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. Manipulálnak, hazudnak, fogyasztásra ösztönöznek a nagyobb profit érdekében. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Génmanipulált élelmiszerekkel árasztó, antibiotikummal szennyezik, lejárt savatosságú ételeket cikkéztek át. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Lépj be te is az elmentes övezetbe, Balázssal. Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. 8 óra múlt, ja már mondtam. Hello, Gábor, jó reggelt kívánunk neked. Jó reggelt, szervusztok, jó reggelt. Jó reggelt. Mint a szignálat, és különböző üdítőket elemeztünk, amit éppen hoztál. Igen, képzeljétek el, hogy korábban beszéltünk ugye egy multivitaminos üdítőről, amiben ugye 1% volt a gyümölcs tartalom, és egy kicsit fölháborodtunk, hogy kerülhetett ez így ilyen néven forgalomba, és képzeljétek el, hogy a műsor óta a polcokat telepakolták, ha nem is ugyanazon a helyen, multivitamin ízű üdítőitallal. Na, mit szóltok ehhez? Örüljünk, ez jó hír? Hát legalább ráírják, hogy ízű. Aha, az egyik szemem sír a másik nevet, mivel ez sem jó, de ebben 5% gyümölcs tartalom van, 5%, tehát nem egy, aha, viszont az ízű szócskát rátették. Aha. Hát nem tudom, hogy a műsor hatása-e vagy sem, de lehetséges, hogy itt a Klassz FM-en ti diktáljátok a divatot. Gyakorlatilag így változik a kínálat egy-egy műsor után a polcokon, ez egy érdekes dolog. Uh-huh. És megemelték a gyümölcs tartalmat is 4%-kal, mert most igen, már 5. Az ugye 400%-os javulás. Az a szörnyűség, amit ad, az ugye 120 forint volt 2 liter. Igen. Te annyiért kaptad meg már, mint ugye fogyasztó a lánc legvégén. Így van, de valamit 20 forint litere, vagy 10 forint litere, amiből ez előáll.
Hát azért itt már a fél liter 115 forint, úgyhogy azért valamit valamiért. Bizony. Ugye az a plusz 4% gyümölcs, azért az elég komoly mennyiség. Egy gyümölcsöt akartok, és fizessétek meg. És akkor megemelték az árát, tehát ugye ez se rossz üzlet. Lényegében. Jó, de elindult egyfajta változás, elindult egyfajta vásárlói tudatosodás, ez tök jó, és már akkor ráérek, hogy multivitamin ízű. Tehát még mindig nem multivitamin, de például a fogyasztó már tudja, hogyha azt olvas, hogy multivitamin ízű, mint a málna szörp ízű szörpök, ugye, meg igen, a málna szörp ízű lekvárok, hát vannak szörnyűségek még mindig a polcokon, tudja, hogy ott van az ízű szócska, akkor az még mindig nem az igazi, amit keres. Ez legalább egyenes beszéd. De képzeljétek el, hogy tegnap voltam egy előadáson, ahol a párizsiról és a különböző felvágottakról beszéltem, és amikor említettem a kedves hallgatóknak, egy óvodában voltam, de nem a gyerekeknek, hanem a szülőknek tartottam egy ilyen kis értekezletet. Amikor arról beszéltem, hogy a párizsiban majdnem 90% a víz, akkor egy kedves férfi fölkiáltott az előadáson, hogy akkor a párizsi egészséges, mert a vízfogyasztást amúgy is javasolja. Ugye, de, és nem logikus. Ráadásul ion cserélt víz a párizsi. Van, tiszta vizet használnak a párizsi készítéséhez, tehát erről az oldalról még nem figyeltem a párizsit. Hát minden nézőpont kérdés, itt is a 400%-os növekedés, a víz így is. Van, figyelj, hát a hallgató gondolkodhat úgy, hogy igyál meg naponta 2 liter vizet, az így áll, egyé meg naponta 2 liter, 2 kiló párizsit, nem? Tessék. Ugyanúgy beviszed a vizet, és akkor annak 90% a víz. Milyen szép meglátás. Hát gyönyörű, hát akkor már gyakorlatilag megvan belőle egy 1,9 liter víz. Iszol az egy hát pohár vizet, és megvagy. Igen, igen, tény az, hogy zselatinnal kötik a vizet, tehát van egy kis problémám veled, de majd erről még később. Hát erről beszélni. Már beszéltük, igen, erről sokat lehetne a párizsiről. Csak egy mondat, hogy ez ugyanaz a gyártó, a két nem, termék. Nem. Ez aha, egy másik gyártó, de érdekes, hogy ténylegesen a polcokon változik a kínálat, ahogy valamiről az ember beszél. Tehát tényleg van ennek hatása, de ha megnézitek ezt az 5%-ot, ez szép nagy, hát viszonylag nagy betűvel vagy számmal jelzik, mint egy fontos információt, hogy ez már 5%. Igen, feltűnően nagy számmal van rajta, hogy 5% gyümölcs tartalom. Tehát, hogy lepődjünk meg a korábbi 1% után, hogy megemelték. Tehát, hogy legyen egy aha élményünk, hogy igen, erre gondoltunk, és ez volt a fejünkben. Aztán ki tudja, hogy beszélünk majd egy hónap múlva, és lesz 8% ráírva. Sőt, egészen szinte már már decemberig látott, hogy már 10%. Az álom kategóriában már látom a 10-es számot is, hát, de nem tudom, utópia. Jó, hát ez minden esetre egy nagy haladás. Jól vagy, minden oké? Okay? Igen, köszönöm szépen, bár itt, ahogy hallgattam a műsort a kolumbiai elnökjelöltről, én úgy gondolom, hogy ő lehet, hogy egy tavaszi tisztító urát végez. Mielőtt újra az ember elnök lesz, igen, az előtt fontos simán, dolog, simán hogy, tehát nagyobb szellemi, fizikai megterhelések előtt szoktunk javasolni egy tavaszi tisztító urát, egy léböjtöt. És én kíváncsi volnék, hogy nem esetleg egy léböjtről van szó, hogy annak erős vízhajtó hatása van. Tehát én itt lehetséges, hogy egy pozitív élményt vélek felfedezni. Nyilván nem tudjuk, mi van a háttérben. Reméljük, hogy nem valami betegség vagy probléma. Én inkább pozitívan közelítek. Egy tavaszi léböjt egy férfinél különösen becsülendő és tisztelendő. Ezt írjuk is majd föl magunknak, hogy csináljunk egyszer erről egy témát. Jó, hogy léböjt, saraktanyítás, ére valamit, hogy kezdje el az ember. Ugye tavasz jön, hát ennek most mindenki nagy erővel neki áll majd, ugye mindenki észreveszi az úszógumikat, aztán indulnak a különböző fogyókúrák, hát, meg léböjtők, hát ennek most szezonja lesz abszolút. De ezzel majd foglalkozunk mindenképp. Sonka, friss hagymával. Én szinte el sem akartam hinni, de most egyszerűen idáig is becsültem a Ferit, de most saját kezével készített nektek medvehagymás pesto, jó? Igen, medvehagymás pesto, igen. Ez elképesztő. Hát csinálj ilyeneket a Feri. Olívaolajjal, jól látom? Olívaolajjal. Dió van benne, nem fenyőmag, tehát a mi diónk van benne, kicsi, és nincs főzve, tehát ez nyers. Na mit szólsz? Tehát Feri, én úgy gondolom, hogy lassan direkt egy receptes könyvet kezdhetsz készíteni, biztos, hogy lenne rá igény. Balázs ajánlójával. Igen, hogy el tudjuk adni, ezért legyen benne a Balázs is. Én nem tudom, hogy fényke, jó, egy fényképet adok. Volt. Én nem tudom, hogy részletek benne. Legyen valami, amiért megveszik fel. Igen. Legyen egy nagybetűs rész a címlapon, Sebestyén, vagy egy picivel apró volt. Igen. És utána jön a mászókönyv. Sebestyén az ajánlásával. A legnagyobb lobbistája vagyok a Feri receptkönyvének. Már évek óta mondom, hogy már rég kiadtam volna hármas. Egy kis vegetáriánus utószoba részleggel Jani is írhatna bele. Sebestyén Balázs is ott volt! Vadon János 14 éve vegetárián. Nem. Mondta Sebestyén Balázs! Figyelj, én komolyan lobbizom, hogy egy jó recept. Majd eljön az is egyszer, nem kell kapkodni, ráérünk. Persze. Na jól van. Oké.
Gábor, vágjunk akkor bele. Megint egy olyan témakört sikerült találni szerintem, amiről elég sok rosszat hall az ember, ijeszgetnek minket, el kéne oszlatni azon nézeteket, amik esetleg azt mondják, hogy mindenféle mennyiségben, mindenhol, mindig egészségtelen. Mi az, ami rossz, mire figyeljenek a szülők? Rossz a gyereknek, rossz a felnőttnek, a tartósítószer, ugye? Hát emellett nem lehet elmenni, nem is tudom, hogy tudtuk ezt idáig elhúzni, hogy ezzel nem foglalkoztunk. Ez egy elég nagy része, ugye tulajdonképpen az élelmiszergyártásnak, fontos is, és hát sajnos sok káros hozadéka lehet, leginkább a gyerekekre nézve, de nyilván a felnőttekre is. Honnan kezdjük? Hát én szerintem a szalicíltól kezdhetnénk. Emlékeztek-e arra, amikor nagymamáink, ha lehet így mondani, nagymamáink szalicillal készítették mondjuk a paradicsomot, így tették el. És nem tudom, tudjátok-e, hogy a szalicílnak milyen karriere van, hogy volt, hatalmas karrier futott be a szalicíl, ma már gyógyszer hatóanyag, máskülönben, hogy a szalicíl sav, korábban tartósítószerként használták, gyomorvérzést okozhatott, fekély, gyulladásokat. Volt, akinek pozitív hatása volt a keringésre. A lényeg az, hogy a szalicílt, anélkül, hogy igazából szerintem tájékoztatták volna a kedves fogyasztókat, szép lassan kivonták az ipari forgalomból. De ez jó, hogy kivonták? Tehát ez jó, hogy kivonták. Háztartási szalicílként még forgalomban láthatjátok. Szerintem nem szabadna forgalomban hagyni. És ma már gyógyszerhatóanyagként kerül különböző ismert készítményekben. A lényeg az, hogy én erre mondom azt, hogy érdekes, hogy bizonyos vegyületek időnként forgalomban vannak, majd szép lassan kikerülnek, és hogy senki nem mondja azt, hogy hát elnézést kérünk, vagy hogy ilyen problémák adottak. És ugye a számonkérést úgy kerülik itt nyilván nem akarok nevesíteni. A lényeg az, hogy a szalicíl helyébe bekerült a szorbinsav, bekerült a benzoesav, vagy köznapi nevén a kálium szorbát nátrium benzoát, bekerült a nitrit, már az igazából nem a szalicíl helyébe került, ugye a húsipari készítményeknél korábban beszéltünk a nitrit-nitrát kérdésről, hogy nitrózamint képez a gyomorban, a bélben rákeltő anyag. Jó, de akkor mondjuk például húsoknál, tessék, nem nagyon tudod elkerülni, nem? Tehát ha mondjuk nem pármai sonkát eszel, amit nem tartósítanak csak sóval, és mondjuk füstölik x ideig, hanem hát megveszem. Szárítják, ugye, különböző országrészekben, akkor nem nagyon tudod elkerülni, hogy például a tartósítószert ne vigyen be a gyerek, nem? A felvágottakban van nitrit és nitrát. Csak úgy tudom elkerülni, hogyha nem felvágottat veszek, ahogy erről korábban is beszéltünk. Nem elkerülhető, mert fontos érdek a húsiparban, hogy ne szaporodjon benne a kolbászmérgezést okozó, korábban említett Clostridium, ami súlyos betegséget, sőt halált is okozhat. Ezért inkább a nitrites pátsót használják. És pácolás, füstölés, sózás és a nitrit, ez a tartósításnak a több fokozata. Én azt mondom, hogy hosszú távon a nitrittel problémák vannak, bár abban a mennyiségben, ugye azt mondja a szakma, amiben adják, ebben nem okoz problémát, de itt is a koktél hatás merül föl. Mi van, hogyha kénnel, mi van, hogyha aszpartámmal együtt fogyasztom, megiszik valaki után egy kólát, vagy aszpartámos bármit, vagy egy bármilyen üdítőt, akkor esetleg problémák lehetnek vele. Hát az összhatás miatt. Tehát a húsoknál például nem tudjuk elkerülni. A húsoknál akkor azt figyeljük, hogy nitrit, vagy nitrites pátsó, ha az ember mondjuk kevesebbet akar. Ez rá van írva. Gyerekeknek, én megmondom őszintén, hogy nitrites terméket nem is igazán adnék, hiszen tudjuk, hogy a vízből ugye a nitrit-nitrátot kivonják, mert ugye az ivóvízben nézik. Érdekes, hogy a húsiparban pedig valamilyen kis mennyiségben, de hozzáadják. Tehát akkor ezt nem tudod a gyereknél nagyon elkerülni, ne egyen felvágottat, egyen sima húst, ugye erről sokat beszélünk. Én gyereknek nem adnék felvágottat, hiába egészséges a víztartalma, mint korábban említettük, de egyszerűen a gyereknek, ha fehérjére van szüksége, akkor fehérjét kapjon, de a felvágottban nincs igazából mérhető mennyiségű. Hát ha kollagént akarunk neki adni, meg különböző elasztin jellegű anyagokat, akkor rendben, de nincs értelme. Tehát értelmetlennek tartom a felvágott fogyasztást. De várjál csak, de hát felvágottak között is van különbség. Tehát, hogyha mit tudom én, nem ugyanarról beszélünk, hogyha azt mondjuk, hogy párizsi, meg azt, hogy fehér pecsenye, és a fehér pecsenye is felvágott. Igen, más a minőségi hústartalma. Érdemes elolvasni, 100%-ban föl szokták tüntetni a minőségi termékeken a natúr hústartalmát. Jó, mi van még például? Lekvárokat, amit ugye megint sokan fogyasztanak. Azokat mivel tartósítják? Jó az nekünk, nem jó nekünk? Nátriumbenzoáttal és káliumszorbáttal vannak tartósítva. Van néhány olyan lekvár, a jobb minőségűek, amelyek csak hővel vannak tartósítva.
Ez a házi dunstolás tulajdonképpen, de mivel az ipar szeret biztosra menni, most gondoljátok meg, hogyha megromlik, megpenészedik mondjuk egy pár tonna lekvár, mert éppen valahogy nem sikerült jól a hőkezelés, vagy a lapka nem zár jól, ezért az ipar biztonságosan dolgozik, és hozzáadják a úgynevezők, hogy vegyszeres vagy kémiai tartósítás, benzoát, szorbát. Na most a szorbinsavval nincs igazán problémám, zsírsavként bomlik széndioxidra és vízre, a benzoátra van egy érzékenység a lakosság néhány százalékánál. Gyerekek érzékenyebbek a benzoátra, a nátriumbenzoátra, a máj bontja a benzoátot. Mit okoz, ha érzékeny rá egy ember a benzoát? Bőrtüneteket okoz, emésztőrendszeri tüneteket okoz, esetleg légzőszervi tüneteket okoz. Ha szabadnak, akkor szívesen közreadnék nektek egy olyan hatáslistát, elszámos listát. Éppen beszéltük is Balázzsal és kedves Viktóriával, feleségeddel, hogy jó volna egy elszámlista, amit esetleg közreadnánk. Azt a rovatba alát föltesszük. Persze, ezt mindenki meg tudja nézni, szépen elkezdi megtanulni. És abban az van, hogy mi a jó, mi a rossz. Nem minden rossz, persze. Igen, és az nem. Is benne van, hogy mit okoz a rossz. Nem mindegyik vegyületnél, tehát ne arra számítsatok, hogy minden egyes vegyületnél ott van, hogy ez mérgező, ez rákhető, hanem azoknál, ahol fölmerült. Az elszámok egy néhány százaléka, ott jeleztem, hogy allergia, és a szakirodalmat is esetleg jelzem, hogy nyilván, hogy honnan származik az információ, tehát nem egy légből kapott. Pajzsmirigy probléma, allergia, emésztőrendszeri probléma, idegrendszeri probléma, stb. Ezeket jelezzük, de ezeket is úgy vegyétek, hogy volt ilyen tapasztalat. Tehát volt nem ilyen biztos, tapasztalat. Nem egy, mert a magyar élelmiszertörvény azt mondja, hogy ha egyértelmű volna, akkor nem szabadna forgalomba tartani, nyilván. De volt ilyen tapasztalat, jó tudni, hogy az érzékeny családok, az allergiára hajlamos családoknál itt vigyázunk ezekre. Tehát azért döbbenet, hogy sima ehető élelmiszerekről beszélünk, és közben pajzsmirigy probléma, légzőszervi megbetegedés, nem? Szóval, hogy azért ezek mindig így az ember száját átváló. Úristen, nem semmi más, nem csinálsz, hogy csak megetted ezt, vagy megetted azt. Mert ha a smogtól, vagy nem tudom, bármi mástól halad, akkor abban benne van. De hát most azért mégiscsak egy ártatlan. És az is döbbenet, hogy például, amit most mondtál el, hogy a lekvárt, azt lehet úgy tartósítani, hogy hőkezeléssel megfog. Érted? És ehhez képest a nagyipar mit csinál? Belerak még valamit. De miért nem csinálják meg hőkezeléssel? Tehát ha az úgy jobb, biztosan mennek, vagy macerásabb? Tehát nincs egy olyan tartósítószer, ami lebomlik. Hát mondtál ilyen tartósítószert, akkor miért nem mindenhol azt használják, ugye? Melyik az, ami nem szénsav lesz, hanem a szorbát, ugye? Tehát, hogy az egész egyszerűen lebomlik az emberi szervezet. Igen. Akkor miért nem használják mindenhol? Benzoáttal együtt jobb a hatása. Összeadódó, összeszorzódó hatások van, ezért olcsóbb. De mégis jobb, mint a szalicil. Hozzáteszem, hogy az élelmiszeriparban van egy fontos szám, a négy és feles pH érték. Ugye ez egy savas pH érték. Mindig az a célja a technológusnak, hogy egy bizonyos savas érték alá vigye, citromsavval főként, citromsavval, foszforsavval, alá vigye a 4 és feles pH-nak alá vigye a savasságot, ezáltal nem szaporodik benne egy jó pár olyan baktérium, ami mérgezést okoz, és csak erjedni fog legfeljebb, de nem okoz ételmérgezést. Ezt most csak azért mondtam el szakmailag, mert borzasztó fontos tudni, hogy miért adnak citromsavat mindenhez. Ez már nagyon sok terméknél látod, a zöldségnél, a húskészítmények, így van. Mindenben szinte találtok citromsavat. És ha megkérdeztek, hogy miért adják hozzá, azért, mert onnantól kezdve, hogy levittem a pH-ját 4,5 alá, onnantól már nem kell nagyon magas hőfokon, úgy nevezzük, hogy sterilezéssel 121 fokon kezelni, hanem csak pasztőr alagútban, tehát csak 100 fokon elég, vagy 90 fokon, és innentől kezdve olcsóbb a technológia, biztonságosabb. Lekvároknál nincs gond, mert egy gyümölcs, vagy egy lekvár, egy dzsem, amúgy is savanyú, savas, és innentől kezdve elég pasztőrözni. De ennek ellenére, mivel nem mindig zár jól, tehát lapkahibák azért vannak, a csavaros fedél nem mindig jól zár. Tehát még egyszer mondom, ez gazdasági érdeke a cégnek, hogy egy picit. Mi a helyzet az ilyen aszalt gyümölcsökkel, meg az ilyen mindenféle ilyen gázokkal, amiket használnak? Hát nincs túl jó hírem. Az aszalt gyümölcsöknél sincs? Szuper. Az aszalt gyümölcsök. De hogy szuper. Hát például én sokat adok a Beninek, mindenféle aszalt szilvát, áfonyát, ezeket ő nagyon-nagyon szereti, meg azt gondolom, hogy ezzel talán valamilyen egészséges dolgot adok a kezébe. Kifejlesztettek egy olyan technológiát, amivel sokkal több pénzt kereshető az aszalványok révén. Szeretném mondani rögtön, nem minden cég él ezzel a megoldással. Ez a húzatás, az azt jelenti, hogy cukoroldatban megfőzik a gyümölcsöt. Mégpedig vákumban. Ez azt jelenti... Hát, hogy kandírozás. A kandírozás egy picit más, de hasonló. Itt a lényeg az, hogy sok esetben vannak olyan mikrotűk, ilyen mikrotű sorok, amikkel megszúrják a gyümölcsöt, és ezáltal ugye kis lyukak képződnek benne, majd a vákumban, miközben cukoroldatban megfőzik, a lyukak
helyére, mivel minden gyümölcsben rengeteg levegő van, a levegő helyére cukoroldat kerül, majd szárításkor a cukoroldat nem párolog el, hanem mint egy válfa ruhát kitömi, és ezáltal ropogós lesz, édes lesz, karamelles lesz. Úgy nevezzük ezt, hogy chips, gyümölcschips. Banánchips, almachips, sőt, datóját is szoktak így húzatni. Biztos láttatok már olyan datóját, ami ilyen kérges, olyan rágós, tehát nem zselés állományú. És akkor a cukrot adják el nekünk, jó pénzért? A cukoroldatban van húzatva, és lényegében a cukrot fizeted meg datója vagy almachips árban. Még egyszer mondom, ez vannak kivételek, és hát meg is kénezik. Tehát kénes savas permetet kap a fehérhúsú zöldség, ugye a fűszerkeverékekben a fehérhúsú gyümölcs az alma. A kénezéssel kapcsolatban az a probléma, hogy a kénezés hosszú távon elbutulást okozhat, demenciát, főleg idősebbeknél. Ugye amikor megfigyelték, hogy alkoholbetegek, amikor olyan úgynevezett, hogy pancsolt borokat fogyasztanak, amit túl kéneztek. Biztos tudjátok, hogy előfordul ilyen az országban itt-ott, hogy túlkénezett olcsó borok, és a kedves fogyasztói ennek a bornak hamarabb leépülnek. Ha. Ez nem csak az etil és egy pici metil alkohol miatt van, ami a félreárjadt boroknál van, hanem a túlkénezés miatt. Akkor asszalt gyümölcsöt az ember ne egyen, vagy egyen? Ott látod, hogy kéndioxiddal tartósítva, ugye? Azt írják rá, hogy kéndioxiddal? Igen. Az igen, jó? Vagy igen, az még egy humánusabb tartósítás? Vagy kénezéssel, kéndioxiddal. Hosszú távon okoz ez problémát, ugye a kének hosszú távon van problémája, de egyetemen már azt jelezték, hogy a jelek szerint ez az agyra, az idegrendszerre hatással van. Tehát megint ott tartunk, hogy a kénezett asszalványokkal problémánk van. De nincs más asszalvány, hát minden ad kész. Én azt látom, de hogy van. Van a 5400 forint éveszel egy ekkora gépet, beleteszed, és 3 nap alatt kész. Tudom, hát ilyet láttunk a megfakon kint körben asszalógépek. Polcokon, mint a melegszendvics, berakod szépen, megcsinálja. Megveszed a jó gyümölcsöt, belerakod, és picit munkás, de megéri a fáradtságot, és egy pici aszkorbinsavat. Jó, irrealitás. Nem életszerű, hogy minden háztartásban van egy gyümölcsasszalógép, mindent csinálj meg otthon. Tehát egy sima asszalgyümölcsöt veszel meg a gyereknek, és az kén-dioxid, de már sokat teszik, akkor azt gondolod, hogy gyümölcsöt az, de hosszú távon mégis inkább ártasz. Ez a fehér húsúaknál van, illetve a sárga húsúaknál, de mondjuk asszalt szilvát, mazsolát nem jellemző, hogy kéneznének, mivel nincs szükség antioxidánsra, hiszen sötét színe a termék. Ez inkább ott jelenik meg, ahol fehér vagy világos a húsa. Nem tudom, láttatok-e már, van olyan termék a piacon, ami nincs kénezve, mondjuk asszalt sárga barack. Igen. Egészen sötét barna, és nem túl gusztusos színe van, tehát nem tudom, ki veszi azt meg, de a tudatos fogyasztó azt keresi elvileg, azt kell, hogy keresse, nincs kénezve. Megbarnul, enzimesen megbarnul a szalás közben, de sokkal jobb. Mi az, amit védőgáznak hívnak? Az is egyfajta tartósítás? Ez egy fantasztikus új dolog, a védőgázas zöldségfélék, illetve a különböző csomagolásokban. Tehát amikor csak azt hallom, hogy védőgázas csomagolás. Nitrogén vagy más típusú, teljesen közömbös gáz van, megvédi az oxidációtól a növényeket, tehát nem oxidálódik, nem idézőjelben, nem mosdásodik a termék, nincsenek benne gyökképző folyamatok. A lényeg az, hogy megmarad a színe, és így terjedhetett el a védőgázas zöldségkeverék. Biztos láttatok már olyat, hogy igen, össze van vágva, össze van szecskázva egy zöldségkeverék, és így lehet megvenni, és ahogy ránézel, csodálkozol, hogy lehet, hogy már egy napja ott áll, és a sárgarépa ugyanolyan színű. Ez, itt nem kell megijedni, nincs lepermetezve semmivel. A kénezést azért meg fogom nézni rajta, hogy nincs-e, viszont a védőgáz miatt teljesen meg van védve. Egyébként szállodák, tehát jó minőségű éttermek egyébként ilyennel foglalkoznak, hogy ilyeneket kérnek be, tehát védőgázas zöldségeket kapnak. Tehát most már azért azt kell mondjam, hogy az errefelé is elindultunk. Jó, jött egy csomó kérdés, úgyhogy mindjárt ezekkel is foglalkozunk, mert itt még van egy-két gyerekekkel kapcsolatos kérdés is. Válogatunk ezekből. SMS számunk az abszolút változatlan, jöhetnek a kérdések Gáborhoz, mi pedig folytatjuk a hírek után 8:30, pontosan 2 perccel. 3:49 lesz 2 perc, van hello mindenkinek. Csütörtök van, ez azt jelenti, hogy 8-tól 9-ig egy kicsit komolyabbak vagyunk, ugye itt van Gábor, és az elmentes övezetben beszélgetünk mindenféle érdekes dologról. Jelen pillanatban a tartósítószereket vettük egy kicsit górcső alá, és nézzük meg, hogy mi a helyzet. Jött egy-két kérdés hozzád, aszalt szilva káliumszorbáttal. Akkor az jó, a káliumszorbát, ugye? Hát, hogyha az aszalt szilvát káliumszorbáttal tartósítják, akkor ebben én különösebb problémát nem látok. Az a kérdés, hogy melyik az a hely, amelyik ezzel készíti, nem jellemző. Tehát a ként kell figyelni, az, ami nem jó. Általában igen.
azt nézzük. A tejeket kérdezik sokan például, hogy nem romlik meg mostanában a tej. Ugye, hogy régen kinyitottál egy zacskos tejet, egy nap alatt megromlott, most kinyitsz egy dobozos tejet, és akár mint egy hét múlva is még ugyanolyan. Igen. Az állaga és az íze. Annak ellenére, hogy a tehintejről eddig túl sok jót nem mondtam, most azért azt kell mondjam, hogy a korszerű tartósítási technológiák azért jelen vannak. Úgy nevezzük ezt, hogy aszeptikus technológia, biztos már sokan ismerik ezt a szót. Nem használnak vegyszert, nem használnak tartósítószert, hanem dobozba töltés előtt kap egy hidrogénperoxidos kezelést, maga a csomagoló anyag, nem a termék, és forrón, úgy nevezik, hogy UHT, magas hőfokú technológia, tehát kevés ideig magas hőfokon tartják, majd visszahűtve töltik, és ez mind zárt rendszerben, emberi kézérintése nélkül. Ezért az UHT tejekben egyetlen darab csíra sincs, tehát nincs benne gomba vagy romlást okozó ágens, ezért ha kibontod és szeretnéd mondjuk levegőn mondjuk aludtejnek elfogyasztani, akkor ez nem fog sikerülni. Igazán, mert félre fog erjedni, nincs benne a starter kultúra, mint régen. Régen egy tehintej, zacskós tej, ugye az nem volt. Két napig vártál, és meg volt az aludtej. Így van, meg volt benne a starter, az azt jelenti, hogy voltak benne olyan gombák, vagy teljesebb baktériumok, inkább azt mondom, amelyek tudtak erjedést hozni. Most már nincs. Hát illetve ott van még ugye a csomagolóanyagok a fejlődése is, mert a mostani csomagolóanyagok azok már sokkal inkább megvédik például a fénytől a terméket. Hogyha a tetrabrikről meg a tetrapakról beszélünk, akkor az meg már teljesen más, illetve az egyiket már nem is használjuk. A dobozos aszeptikus technológia mindenképpen hasznos. Tehát ez egy új technológia, amit abszolút azt mondom, hogy minden elismerésem a. Aha. Tehát röviden nincs baj a dobozos. Mi van például a mélyhűtéssel? Tehát ezt sokan kérdezik, hogy ez nem effektíve tartósítás az is, de hogyha már itt vagyunk, akkor például aki sok mélyhűtött zöldséget használ, főz belőle, borsót, répát, stb. Ennek van-e valamiféle tápanyagértéke, vitamin megmarad-e benne? Illetve, nézzétek, én konzervhűtő szakon végeztem a főiskolán, még az egyetemi idők előtt, a lecsós karon. Milyen szakra jelzett? Konzervhűtő szakon végeztem. Igen, és emiatt azt tudom mondani, hogy a fagyasztás a legkorszerűbb, egyébként legdrágább technológia, mínusz 18 fokon, a termékkel nem történik semmi. Hozzá kell tennem, hogy nem pusztul el benne a baktérium vagy a gomba, hanem hibernálódik. Ez azt jelenti, hogy a jól ismert csillagok háború és egyéb történetekből, hogy ugye amikor kienged a sejt, akkor újra életre kelhet. Az ember sajnos nem, tehát ez egy fikció volt. Igen. Akkor, tehát a helyzet az, hogy a baktériumok képesek fagyasztás után, a teljesen baktériumok és egyebek életre kelni. A lényeg az, hogy ezért a fagyasztás után a termék gyorsan romlik, elengedi a vizet, veszít az érték. De van tápanyagértéke? Tehát mondjuk egy borsónak, egy zöldbabnak, amit mondjuk gyerekeknek adnak szülőkben, nincs lehetőségük megvenni mindig a piacon frissen, befagyasztja, mélyítő berakja, az jó? Az jó, nem történik vele a fagyasztáskor semmilyen káros folyamat. A lényeg, hogy felengedés után megfőzve, elkészítve el kell fogyasztani. Nem tudok rosszat mondani a fagyasztásra, azt kell mondjam. A C-vitamin egy év alatt a fagyasztott termékben 10%-kal csökken. 10%-kal csökken. Akkor a C-vitamin jobban bírja a hideget, mint a meleget, mondhatni. Nem? Igen. Ugye? Tehát hidegtűrő inkább. Ez így van. Általában a vitaminok is jól bírják a fagyasztást. Az élelmiszer nem szenved káros folyamatokat, nincs rákelt anyagképződés. Sokan manipulációnak tartják a fagyasztást is, de egyszerűen azt mondhatom, hogy főleg azok az új fagyasztók, amikkel a zöld borsót fagyasztják, vagy a gurulós málnát készítik, hogy fluidizációs, úgy képzeljétek el, hogy alulról jön a mínusz 30 fokos levegő, és levegőben tartja a málnát, illetve a zöld borsót, és úgy halad előre, tehát mint egy ilyen science fiction filmben lennétek, hogy a levegőben, a szalag fölött a levegőben halad a termék, mindaddig, amíg a teljes, ugye a magja is megfagy, az egész keresztmetszete megfagy, majd mínusz 18 fokon, mínusz 20 fokon tárolják. Mint ahogy Han Solo kapitány tolták a filmben. Átfagyasztották a Jabbához. Hát, most már értem. Hát, akkor mert én is így értettem meg. Fagyasztani bármeddig bármit? Tehát például ugye a hús rá van írva, hogy lejárat mondjuk március 25. De ugye az nyilván a normál hűtött értéken tartott időpontot jelzik. Bedobom, és én azt kiveszem mondjuk augusztusba, akkor az még ugyanúgy? Fagyasztáskor általában 6 hónapot kapnak a hústermékek, de ez változó. 6 hónapot kaphatnak, illetve akár 8-12 hónapot is kaphat egy termék. Tehát hosszabb a minőség megőrzési ideje a terméknek mindenképpen. A húsnál kifejezetten fontos, hogy a fölengedés után aznap, tehát nem várunk vele, aznap elfogyasztjuk a terméket.
Egyébként szinte minden fagyasztható. Hogyha nem akarjátok, hogy a dió mondjuk megavasodjon, akkor a diót egy zacskóba beteszitek, kinyomkodjátok a levegőt belőle, amennyire csak lehet, és berakjátok a mélyhűtőbe, ugyanígy a babot, a lencsét, fantasztikusan eláll, és nem kell félni attól, hogy még megmolyosodik. Hát tökéletes, meg hát ugye, amikor idénye van egy gyümölcsnek, rengeteg van belőle, az ember nem tudja elfogyasztani, nem tudja elajándékozni, akkor ott van a fagyasztó, szépen lefagyasztja. Sokkal jobb ezeket fogyasztani, mint akkor fogyasztani azt a gyümölcsöt, amikor nincsen idénye, amikor mondjuk kényszer éreléssel hozzák meg. Ez így van. A fagyasztást a legkorszerűbb, egyik legkorszerűbb technológiának tartjuk. Ennél korszerűbb már csak a fagyasztva a szállítás, de ha nem vagy, akkor most nem mennék bele. Beszélünk majd arról is. Na jó, hát akkor vigyázzunk a tartósítószerre, ez a lényeg, ugye? Egyesekkel tehát vigyázzunk. A kénezés, esetleg a benzoesav érzékenyek vigyázzanak, de a szorbinsav nem annyira problémás, azért arra is ügyelünk. És ha lehet, akkor nem citromsavat, hanem aszkorbinsavat, otthon esetleg, ha valaki eltesz valamit. C-vitamint lehet kapni itt-ott, amott, patikában is, és C-vitaminban egy pici levet készítünk, és azt azzal megpermetezzük, teljesen antioxidánsként működik. És így szoktunk. Miért nem mindenhol ezt használják. Mit reggeliztél, Gáborom? Hát kérlek szépen, párolt kölest fogyasztottam. Most egy pici diétán vagyok. Fáradt, még fogyózol? Fölszaladt valami az ünnepek alatt? Muszáj ilyenkor tavasszal a körmöket és a haj erősítő kúrákat megtartani, ezért a magas kovassavtartalmú szilíciumtartalmú kölessel neveztem be a mai reggelire. Viszont a kölesnek nincs olyan jó íze, effektív, natúr, ezért egy pici ropogós, áfonyás, málnás műzlit tettem rá. Itt elnézéseteket kell kérjem, mert egy pici karamell volt benne. Hát, hogy képzele, ennyire bátran élni. Tényleg, Gábor? Viszont cserébe egy kis karob mártást, egy kis szentáros kenyérmag lisztből egy kis mártást készítettem pici mézzel, és ezzel igyekeztem ellensúlyozni a pici karamell hatása. Jó, nagyon szépen visszahoztad magad. Visszajöttél, nagyon jó. Jól van. Szeretünk, imádunk, egy hét múlva nagyon találkozunk, mi eddig úgyis beszélünk még sokszor, úgyhogy egy hét múlva csütörtökön. Gábor, köszönjük szépen. Vigyázz magadra. Köszönöm szépen. Köszönjük. Ármasugrás, játszunk már is valakivel. Ármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggel. Jó reggel, sziasztok, Andi vagyok. Hello, Andi. Honnan hívsz minket, Andi? Budapest 17. kerületből. Munkahely vagy otthon? Nem, itthon vagyok a picikémmel. Ki egy éves lesz. Egy éves kis... Kislány. Kislány, hogy hívják? Boglárka. Jól van, milyenek a kérdések, Jani? Viszonylag nehezebb. Gyilkos, egész pontosan gyilkos. Begyilkultál? Hát így most így a hétvége felé már. Kicsit, hogy érezted? Nagyon fogynak a csomagok, szóltak aztán. De nem, egyébként szerintem azért kitalálható. Nem legyen csak nehéz, hát legyen értéke az ajándékcsomagnak, az sose baj. Mehetünk, Andi? Hogyne, persze. Így szól az első kérdés dedikált nyakba akasztóért. Melyik kontinensen található Tripoli? Afrika. Így van. Líbia főváros. Menjünk tovább? Persze. Így szól a második kérdés. Mi a közismert neve a sürgősségi betegellátásban is használt dinitrogén oxidnak? Kégáz. Bizony. Erről volt szó. Innen tudtad? Hallgatod a műsor? Nem, egészségügyis vagyok. Jaj, könnyű. Azt hittem, hogy hallgattad a lovaglós történetet, amikor de azt is hallgattam, persze. Kégáz szívtam a mentőben. Neked is mutattak be mentőautót közelebbről esetben? Nem. Most hát voltam, de nem volt. Abból a célból. Istenem pedig, de is hogy... De jó is az. Jól van, dedikált óratét, mi legyen? A témakört tudhatom. Irodalom. Akkor egy pillanat. Apa, mi legyen? Menjünk tovább, azt mondja apa. Úgy, apa nagyon bátor. Aha. Nem vak, csak bátor. Apa eddig inkognitóba volt. Igen. Igen, egyedül vagyok itt a gyerekkel, ugye? Ugye, itthon vagyok a gyerekkel, aztán apa hirtelen fölbukkad. Hát nem itt van. Na jó, így szól a harmadik kérdés dedikált óráért. Melyik olasz városban játszódik Shakespeare Othello című drámája? Húha. Ugye, hogy meg kellett volna állni? Ugye? Hát ezt elpasszoljuk szerintem. Nem, valamit próbálj már egy olasz várost mondani. Hát igen, végül is veszteni való nincsen. Velence. Ez az! Úristen, meg karavázni. Én tudtam, hogy ezt fog beugrani. Így van, Othello. A velencei mód. Apa tiszta. De jó. Apa, bemondtam? Igen.
Na jól van, Otello és Desdemona ugye, és a féltékenység, meg minden, ami ekköré csoportosítható. Jól van, megvan az ajándékcsomagotok, küldjük nektek. Szuper, köszönjük szépen. Ügyesek, ügyesek voltatok. Köszönjük szépen. Gratulálunk. Ciao, sziasztok! Sziasztok! Hello, Andi! Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. M7-e 145-ös kilométer Letenyebb felé mérnek a rendéber őrei. Gábor küldte nekünk, köszönjük szépen, és a 81-es út Magyaralmás és Székesfehérvár között továbbra is katasztrófa, útjavítás plusz fél óra a menetidő, ez pedig Travolta írta, valamint az M3-asról még mindig lassú a bejutás a Kacsó-Pongrácz úti, vagy a felüljáron található kisebb, apróbb baleset miatt. 5 perc van, 9 óra, jövünk a hírek után. 9 óra, 10 perce, hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk, hello Jani, hello Feri, hello, hello, jó reggelt. Drága hallgatók, Budaörsön, az a Budaörsi úton nem értem, a biztosokat tolatva közlekednek. Ráka horoszkopjuk, kérdezi biztos. Pozitív közlekedési ír, a határ átkelő Szlovénia felé, a 150 fős kisfalu két hölgy felől nagyon jó járható. 10 perc, a forgalom a határnál. Az jó. Az 10 perc per autó. Az jó. Gyors. Még egy pozitív hír. Így van, az M5-ösön az Albertisai lehajtónál Kecskemét irányában trafiznak a rendőrei. Ez Dani küldte nekünk, sebességmérés a 4-es út 57-es kilométerénél, és az M7-es 145-ös kilométerénél Letenyé felé mérnek a rendéber őrei, ezt pedig Gábor küldte nekünk. Köszönjük szépen. Figyelj, tegnap mondtad, hogy már tudod a kitelepülésnek a helyszíneit. Mire vársz? Megcsikiz? Hogy továbbra se? Nem érdemeljük meg? Mit akarsz? Bimbócsavargatást, halára csikizést? Ezt így. Tollal való. De az összeset. Ebben a sorrendben? Makizgatást. Bimbócsavarás nagyon. De azért szeretem. Mindent nem akarok bedobni, csak azért, hogy megtudjam, hát ha átküldi a szélsz is. Bimbócsavarást és utána egy kis halára csikizés. Jó, de így, és ebben a sorrendben. Te bele is lefetyeletek mondjuk a füledbe? Hát nézd. De mindezt úgy, hogy csak váratlanul. Ja, jó, persze. Tehát nem előre megbeszéljük, hát csak itt állsz mögöttem, és úgy belelefegyelsz. Átukasztam a fülesedet is. Ha mindenféle egyeztetések vannak még, ahogy ez konkrétizálódik, területfoglalás, stb. Bármi ugye közbe jöhet még. Miért dobnánk be úgy egy helyszínt, hogy még az az 1% megvan, hogy valamit nem sikerült leegyeztetni, úgy, ahogy szeretnénk. Hát, ha valaki szabadságot vesz ki az arra a napra, és mondjuk mi a másik napon megyünk, érted? Vagy, na, nincs hát engedély, aztán vagy, gondoltok minden. Vagy mit tudom én, aznap ott a városban azt a részt, ahol menni akarunk, felújítják, vagy rendezvény van, vagy bármi más, tehát ahogy lefuttattuk ezt a, vagy lefuttatta a mi drága promóciós osztályunk ezt a kis projektet, ugye, hogy megnézzék, hogy minden helyszínnel minden rendben van, tudunk-e menni, megkapjuk az érvényes területfoglalási engedélyeket, akkor szerintem mondhatjuk a mi hallgatóinak, hogy hova megyünk. Ezek napok kérdései, és megvagyunk. Tehát ezek már nem hosszú hetek. Így van, hiszen gyakorlatilag ugye az évek, a hónapok és a hetek is napokból állnak. Így van, tehát lehet, hogy még egy jó másfél-két hónap, de kérdés, hogy milyen matematikai egységben, mértékegységben számolunk. Néhány másodperc, és ez mondható. Úgyhogy már nem tart sokáig. Az biztos, hogy egy hetes turnénk lesz most, jelen pillanatban. Ha, jó, egy hétre megyünk, és csak vidéki nagyvárosokban. Nem kényeztetjük a budapestieket tovább. Jó lesz ez. Pláne, ha még rájön majd a klassz nyár is. De igen, az egy ilyen 4 hétvégés, ugye? Mm. Az egy 4 hétvégés történet. Igen. Jó kis péntek reggelek, a Balcsipart reméljük, benne lesz. Jó az. Hát tavaly milyen jó volt. Tavaly voltunk, ugye? Tavaly voltunk. Mindenkit éjszak és dél is meglátogatódott. Bizony. Én azt igyekeztem mindig úgy csinálni, hogy akkor csatlakozott a család is hozzám, és ott is maradtunk. Na ne! Ott is maradtatok? Na, hát feltéve a Pest megyébe voltam. Mert akkor a szállás mert megvan otthon. Érted, otthon alszunk. Igen. Tudom, egyébként mi is csináltunk, hogy a balatoni helyszíneken nem maradtunk. Mi van a Julinak ezzel a pornó országájával? Megoldódott ez a dolog? Vagy most zaklatottan látom, hogy telefonál meg a gyerekcsatorna kontra a pornóit, próbál-e küldeni, vagy harcolni a szolgáltatóval, de egyelőre úgy látom vesztésre áll, úgyhogy a gyerekek most is otthon ülnek, és kikerekedett szemmel nézik. Hogy... Figyelj, a Juli egyre kócosabb, egyre mosolyogosabb, egyre zilláltabb a ruházat, én azt gondolom, hogy nem oldódott meg, hál' Istennek. Srácok, háborognék. Háborognál? Anna kezdesz lenni? Lekapcsolták? Engem üldöz a pornó. Nem hagynak nyugodni. Mondjuk nem futsz nagyon előle. Igen. Ez Jani minden nap hagyja magát elejteni. Így van. Többször megbotlok, cipőfűzőt kötök, stb. Istenem, megint utalért. Igen. De mi történik most? Úgy is látjuk, hogy letiltottuk. Úgy is látjátok, hogy letiltottad. Ugye csak az előzményét mondjuk el két mondatban, hát ha valakinek nem volt meg az első rész,
Universus pornó első rész abszolút blockbuster volt, kasszarobbanás. Ugye úgy vetted észre, hogy otthon felnőtt tartalom van a csatornádon, hogy... Hogy most már 24 órásra tették a szolgáltatást, igen. Hogy hazamentem, a gyerek kiment valami édességért a konyhába, és míg én kapcsolgattam és kerestem a spongyabobot, a közben egyszer csak spongyabob, azt láttam. Spongyabob, mit hívod? Erre részben nem emlékeztél, ami akkor ment éppen a tévében. És hát azt láttad, hogy egy nagyon csúnya bácsi, egy nagyon csúnya nénivel, nagyon, nagyon egymásra talán. Két nagyon csúnya bácsi. Volt, ja, ja, igen, ráadásul így volt, ugye a két bácsi szeretett egy nénit. Igen, akkor egymásra néztünk a férjünkkel, levegőbe csaptunk, de elkapcsoltunk. Mm-hmm. Volt tolatás, de ez nem rák uram volt. Igen. Megkérdezed a fiát, te még erre emlékszel, nem? Akkor kapcsolja, mindegy. És azóta mi, írtál a szolgáltatónak? Nem, akkor felhívtam a szolgáltatót, egy nagyon pirulós hölgyel találkoztam a vonal végén, aki mondta, hogy igen, 24 órás lett a szolgáltatás, ezt ők a hírlevében állítólag jelezték is, én azóta sem találom, mindegy, lekódoltuk. Múltkor este 7-kor, képzeljétek el, elküldtem a srácokat fürdeni, megint csak kapcsolgatom. De azért csak kerested arra, hogy de nem, hát csak nézelőttem, kapcsolgattam. Amíg a gyerek fürdik, én is csak mese csatornát nézek. Feri, ha azt akarták volna, akkor a férjét küldj el fürdeni. És lényeg az, hogy a mese csatornák fölött hárommal vagy négyel van ez a két csatorna, ami egymás után jön, és az egyik nagy feketeség volt, mert hogy le volt gyerekzárva, a másikon viszont jött a tartalom. Hány nagyon jó. Legnemesebb értelmében. Hány néni volt, hány bácsival? Nem, két néni volt. Na, igen. Hát ez... És ahol egy bácsi? Nem, akkor egy bácsi. Hát ez a komolyan nem érzek semmiféle rombadságot ebben a sztoriában. Lényeg az, hogy hát nagyon kiakadtam, mert hogy mi ezt lekódoltuk, ezt a két csatornát, és nyitok ez, mi egyébként hátradöltünk, hogy a két gyerek biztonságban van, bármikor kapcsolgathatják a tévét, úgyhogy némi indulattal fogtam a telefont, és felhívtam a szolgáltatót. Újra. Ilyenkor jelzett, hogy te már az voltál, és szeretnél megint, tehát hogy finoman érezteted, hogy újra vagy? Mondtam, hogy múltkor már szóvá tettem, hogy ez tök jó, csak szólhattak volna, mondta az úr, hogy igen, ők szóltak, mondtam, hogy oké, de hát itt jön a tartalom a képembe, és ő mondta, hogy hát... Mondja el, mit lát. Igen. Mi a hiba? Azt mondta, hogy az a gond, hogy ha a csatorna nem küldi rá a 18-as jelet, akkor én hiába tettem rá gyerekzárat, azt nem fogja felismerni a készülék, úgyhogy így is látom. Aha, tehát a készülék úgy ismeri föl, hogy megkapja a digitális jelet 18 pluszban, igen. És akkor ő automatikusan rá tudja tenni. Aha. De ha a csatorna nem küldi rá ezt a jelet, akkor te látod a filmet. Ez milyen hülyeség, hogy ezt a tévét felülbírálhat téged? Hát én egy 12 éveseknek való műsor, és rátehetem egyébként, hogy nekem az nem tetszik, mert le akarom kódolni. Miért nem azt kódolok le, amit akarok gyerekzárral? Csak azt tudom lekodolni gyerekzárral, amire ők ráküldik, hogy 18 igen. plusz, és én 12 pluszos tartalmat akarok kódolni, akkor mi van? Azt nem engedi nekem azt a tévém lekódolni? Szerintem a szolgáltatója válogatja, mert nálunk le lehet. Igen. Egy másiknál vagyunk, és ott le lehet. Tehát ott be tudom állítani a kis boxamon, hogy ezt a csatornát egyáltalán el lehessen fogni. Na de ezt nem mondta az úr, hogy igen, hogyha rámegyek a csatornára, és megnyomom ezt a gombot, utána azt blokkolom, és ott beállítom azt, hogy és ez is. Mondtam nekik, hogy az a baj ezzel, hogyha én most tényleg azt mondom, hogy ezután ti bármit nézhettek, mert tudom, hogy ez a két csatorna az már nem látszik, és ehhez képest a fiam oda kapcsol, ott most nem éppen két férfi egy nő, hanem két nő egymást, akkor azt megint csak hogy magyarázom ki? Azt meg könnyebben. Hát igen. Nem tudom. Nem lehet, hogy gyerekek törik fel a kódokat, Juli? Tehát nem lehet, hogy itt valamelyik gyerek nagyobb megokosodott? Hát, vagy nem a gyerekek. Vagy nem a gyerekek. Nagyon sokat, amíg megy a műfelháborás. Juli, hát ez már a végén, de hagyja kapcsolatban, és ez a két nő meg itt undorító. Undorító, de megvárom a végét. Mindig csinálják. Annyira ronda, el se tudok mozdulni. Ha már itt vagy, hozz még egy sör. Nem, azt kipróbáltuk egyébként, hogyha kiütjük a kódot, és átkapcsolunk, és visszamész, akkor megint csak ott van kódolva a csatorna. Tehát, hogy ez nem elég, hogy te beütöd, és akkor úgy hagyod, mert újra kódolja saját magát. Uh-huh. Többféle típus van. Igen, nálunk igen. Például nem a szolgáltató, de nálunk a tévé dönt el. Tehát tök mindegy, hogy milyen szolgáltató, nálunk a tévé dönti el. Meg van automatikus. Tehát a tévé adja fel opciónak, hogy én akarom megkódolni, és a tévé távirányítójáról csinálom, nem a szeptoboxom távirányítójáról. Meg kódolom. Ha a manuális hangolást választod, akkor te hangolod be a csatornákat, és csak azok vannak meg, azok a csatornák, amiket te akarsz. De hát... Figyelj, de olyan nem volt, hogy kijöttél éjszaka, és azt láttad, hogy a férjed térdel egy kis elemlábával a fején, egy szerszámos láda kinyitva, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon izéli a tévét. Tehát, hogy ő próbálja ezt megcsinálni, ez nem lehet, hogy tényleg ilyen szolgáltató háborúban vagyunk. De én mi szolgáltató háborúban vagyunk, és ráadásul halálosan kellemetlen volt, mert ilyen
pattogva felhívtam ugye a szolgáltatót, hogy hát ez mégis micsoda, és hogy képzelék, és én ezt múltkor ráraktam a gyerekzárat, és ennek ellenére mégis látom, és akkor a fiatalember a vonal végén azt mondja, hogy de egyébként le tudjuk tiltani a csatornát úgy, hogy egyáltalán ne lássák. Azt azért nem kérem. Ó, hát bocsánat, azért annyira nem vagyok mérges. Igazából tulajdonképpen nekem nincsen ezzel gondom, csak az, hogy én múltkor ráraktam a gyerekzárat. És akkor beállt egy kicsit a kínos csend, szóval tényleg ne legyünk álszentek, nem az a bajom nekem, hogy 24 órás lett a csatorna, csak hogyha egyébként benne van a pakliban az, hogy egy csatorna úgy küldi a műsort, hogy nem rak rá 18-as jelet, akkor ezt jelezzék nekem eleve, és akkor én eleve úgy állítom be a csatornát. A gyerekek miatt ez abszolút érthető. De volt ilyen beszélgetés a kettőtök között ott, hogy mi a Nátás? De miért? Csak, hogy annyi papír zsebkendő fogynak. Vagy ültesd a gyerekek, nézzetek egyet végig, és akkor túl vagytok rajta. Magyarázd el neki ezt, azt, most sok bácsi, most egy bácsi, most sok néni, most igen, nem most, azért most kiabál, két nagy darab bácsi, neki. Egy nagyon kicsi néni, nem azért kiabál, tetszik a néninek, ne aggódj, nem bántják a néni, csak kicsit bántják, de azért azért a néninek jó, már amennyire jó lehet. Vagy azt mondja, vagy sok pénzt kap, és akkor egy órás gyors tarpalón, te már túl vagy rajta. A bácsi, a Tomász, a gőzmozdony. Igazából lehet, hogy csak olvasnunk kellene a jelekből. Tehát, hogy nekünk ezt a csatornát néznünk kell, és valamit tennünk kell. Figyelj, van olyan, hogy a... Jaj, valami később a számból. Van olyan, hogy a gyerekek fura dolgokat kérdeznek? Tehát nincs jelei, hogy látják? Tehát nem indult el egy ilyen anyag, megkérdezem ezt, kicsit zavarban vagyok? Tehát abban a korban vannak egyébként. Mekkorák? Hát 6 és 5 éves. Hát 5 éves, majdnem 5 éves a Beni, de még azért nem kérdezi. Hát valamit látnak. Más kultúrkör. Nem, próbálok rájönni, hogy láthattak-e valamit a gyerekek, ugye? Hogy fura kérdéseket nem tesznek-e föl. Múltkor az óvónéni megkérdezte, hogy anyuka, előfordulhat, hogy a gyerekek valamit láttak a tévében. Aha. Ugye? Mondom én. Hogy mit? Iszonyúan zavarba jöttem. Mondta, a Milán mesélte, hogy egyszer nagymama elaludt a tévé mellett, és nagymama. Nagyiná voltak azon a hétvégén. Jaj, azt hittem, mondom, belecsúszottak a jó Granny. Most csúnya Granny-be mondom, ó, szegény gyerek. Nagyi elaludt a tévé mellett, és hogy ő azzal a tévét nézett. És mondom, te jó Isten, és mit láttak, valami felnőtt tartalmat? Nem, azt mondta, a Gyűrűk uráról, meg egyéb ilyen filmekről mesélt. Hú, de jó, azt hittem, a Nagyi kicsit odapirított a 18-assal. De hogy ilyen egyébként nem fordul elő, hogy a Nagyi elalszik a tévé előtt, a két gyerek megül és nézi a tévét, mert ilyen nálunk nincsen. Nem lehet, hogy elaludt, az is lehet, hogy a Nagyi pornót nézett és sokkot kapott, és azt mondta, Jézus Isten, ez a világ. Hol tart ez a világ? Három afroamerikai ember körvál egy szegény törék egy 40 éves nőt, nem? És a Nagyi lefűzött egy kicsit ott a hintaszékbe. Vagy ott is 24 órás lett a csatorna, csak nagymama nem tudja letiltani. Nem, szóval ilyen nincsen azért. Jó, hát érdeklődnek meg kérdezgetek. Figyelj, tegyél a gyerekkel ilyen matematikai feladatokat, logaritmus, nézd meg, ha gyorsan megoldja, lehet, hogy valamelyik gyerek egy zseni, nem? Nem lehet, hogy valamelyik gyerek egy ilyen kódfeltörő? És viszont ülje, mindig visszakódolt, és lehet, a kisebbi gyereked akkora zseni, tudod, hogy ha nézzem a mutábegi rárakta, de hülye, kettődik, kiveszi a kódot, átrakja. Vegye a kezedbe, és stop, és dob kezéjük egy bűvös kockát. Igen, gyors volt mindig, hogy mikor beütjük a kódot, megjelenik egy ilyen kis tükör itt felettünk. Igen, egyébként ezt én se értem, hogy szolgáltatók önhatalmulag elvesznek, illetve hozzáadnak műsorokat. Nekem annyi csatornámat vették már el úgy, hogy nem találtam, és ezt felháborítónak tartom, hogy te szeretsz valamit, ráfűzöl egy műsorra, nézel valamit, nem? És egész egyszerűen teljesen önhatalmulag sokszor, mindenféle szavazás vagy döntési jog nélkül több ezret fizetsz egy hónapban, kerülnek ki úgy kedvenc csatornák, vagy kerülnek be, hogy vagy a kutya nem kérte, vagy nagyon szeretted és elvitték. Sem tudsz mit csinálni. Tehát most volt pár évvel ezelőtt ez a nagy váltás, és rengeteg háztartásból tűntem, mondjuk a CNN, meg egy csomó minden, emlékeztek? A Discovery volt egy ilyen fájó pont, amikor igen, eltűnt. A Discovery, ez az eltűnt, és megvannak a bevett csatornáid, amiket nézel, egyik pillanatról a másikra eltűnik. Hát te vagy az előfizető, hát meg se kérdeznek. És az vagy nincs egy ilyen kutatás, hogy mit tudom én, elvennénk hármat, dönts el, küldje vissza. Igen, hát, akarja, most a Discovery-t ellensúlyozták, kicsit megkésve. De duplán, nyilván ők is súlyoznak, mire van így, egy mire nincs, néha olyan csatornák kerülnek ki, meg tűnnek el, amiket te azért néztél, meg szerettél. Nem lehet, hogy csak összekeverték, áttették máshol. Nem, én azokat nagyon sok mindent kerestem. Igen, de ez még a Jobbik, mert azt meg tudod találni. Igen. Nagyon sok ilyet kerestem, és nagyon sokat vettek el, és ezeket nem tudom. De például nálunk ez nincs. Nálunk nincs. Ez a két csatorna? Egy sincs, gyerekek, ilyen valamilyen blue, valami van, ahol nagyon durva, ilyen nagyon rossz maszatolás zajlik, ne. De hogy egy valamire való húsvér, normális 0-24-es pornócsatornánk legyen, ez effektíve évek óta lehet. Extra pluszos felnőtt csomagban vagyunk, olyakkor a felnőtt csomag, hogy minden benne van, de tényleg. És nálatok meg az ingyen jár a csomaghoz? Nálatok meg kettő van. Kikérem maga, az egyiket ad már.
Azt nem értem, hogy miért vannak még erotikus csatornák. Azt szerintem, hogy már annyira inger küszöbön alul van, tudod, amikor nem mutatnak semmit, csak úgy csinálnak. Hát az... Annál szerintem nincs szörnyű. Tehát egy horrorfilmben nincsen bér. Szóval, hogy ebből a két csatornából az egyik olyan, hogy ott megtörténik minden a szemed előtt, csak nem mutatják premier plában, az az erotikus csatorna, mert szerintem az... Akkor nektek is az... Nem, várj, az egyik az pacek pornó. Tehát ott mutatnak. Mutatják a csúnyáját, hogy nem? Hát azaz. A másikban pedig, hát ott megy a nagy masszatolás. Azt nézes meg a gyerekkel. Elsőre. Ja, gondolod, hogy akkor ez... Persze, hogy ne legyen annyira traumatikus. És mondja, hogy mama jó, valami durvábban. Ez van nálunk is. Azt, és utána átkapcsolunk a másik. Ez van nálunk is. Amikor semmit nem látsz, még csak lesevetköznek, és ruhába ott megy valami imitálás. De nem ruhában, nem. Nálatok ruhán nélkül megy? Ruhán nélkül megy rendesen. Az lehet, hogy nem az volt? Hát ott azért rendesen. Tehát, hogy ott nem mellé rakja, meg úgy csinál, mintha, meg aztán mögött. Tudod, hát nem mutatják. Szerintem az kamu. Az egyiken mutatják. Az egyiken mutatják, az fix, hogy melyik. De ahol nem mutatják, az... de ott se kamu. Na mindegy, és most hol tartasz? Most van? Hát most nem, most nagy feketeség van. Azért, mert most feketeség már tényleg feketeség vagy feketeség? Igen, nem mindegy. Igen. Nagy feketeség van, mert lekódoltuk, de most már olyan atombiztos zárat raktunk rá, hogy már most már mi se tudjuk. Amiatt te mondtad egyébként, már beszéltem ügyvéddel, megpróbáljuk ezt az egyéves hűségnyilatkozatomat valahogy megszüntetni. És átmenni ez az agat, mert ez nekem sokkal szimpatikus. 0-24-ben az neked kánon. Nálunk már nagyobb a gyerek, már ért. De minden esetre most már figyelünk. Lassan már együtt lehet nézni. Mert most már szerintem kiderül majd az is azután, hogy most már lekódoltuk, lezárasztuk, most már tettünk rá valami speciális biztonsági lakatot, és amit most már tényleg már a férjem, meg én se tudunk így itt soha büdös életbe, attól félek, hogy egyszer ennek ellenére is fog még majd. Mi van neked ezzel a szellemeddel, ami járkált, meg köszönt, meg csoszogott, az onnan elköltöztetek? Egy jó időre eltűnt. De nem lehet, hogy itt a bácsi szórakozik? Hoppá. Ő tette 24 órás. Hát érted, a bácsika ott maradt két világ között, azt mondták, akkor bulassuk már jól az időt, nem? És mindig, amikor kimentek a konyhába, bácsi lerogyunk a székre, és kicsit átkódolják. Nem találtatok valahol egy ektoplazmát kicsapva? Azt hiszem, hogy gyerekek kednek össze minden, de akkor ezek szerint Józsi bácsi. Nem, meg van még az űrje? Csoszog még? A beszélgetésünk után eltűnt jó időre, és azt hittem, hogy akkor sokkot kapott, és elhúzott a francba, de egy olyan körülbelül egy hónappal ezelőtt megint láttam összeszmutolni. Jaj, Júli! Menj már, de hát hagyjál most igen, már, hogy láttad cöszpötölni. Mondtam neked, a szemem sarkába. Mit csinálsz? Arrébb pakolta a fűszeres polcon a vegetát? Mit csinálsz? Ugye Júli elmondta pár hónap ezelőtt, ha valaki esetleg nem tudná, hogy most mire evesztünk, vagy hova jutottunk. Ugye Júli elmondta, hogy szellemek vannak a lakásban, van egy öreg bácsi. Egy, aki ott hagy meg a lakásban. Ott hagy meg a lakásban, és nem akar birtokon kívülre kerülni. Ugye? Így van. És megrekedt ott nálunk, és szeret ott nálunk lenni, nem zavar semmit, csak néha szöszmötöl. Kibe kapcsolgatja a dolgokat, lehet, hogy tényleg. Mondom, hogy az öreg nézi a pornó, gyerekek. Hát összeállt a kép. Megfejtettük. Igen. Elmennek otthonról. Bácsi kicsit kódolgat, hát neki egy ilyet. Ennyi. Ezen a szellem a gépben. Szellem a gépben. Ő zabálja ki a hűtőket is. De, és igen. És mit láttál a múltkor? Nem, hogy mocorog a szemem sarkában, de ezt mondtam neked, hogy úgy van, de hát most fogd a fejem. A szemem sarkában mocorog. Figyelj, hogy nem volt, hogy álltál a laborban, szaponoztad magad, hátra nyúltál, és valaki kezedbe adt a török közé. Nem, ő csak úgy van ott jelen, hogy néha mozgatja a dolgokat, kibekapcsolgatja a dolgokat, aha, és mocorog. Tehát azt látod, hogyha nem figyelsz, hogy a szemed sarkában valaki mozog, nem és a ha oda kapcsolod, nem fúj senki semmit, ha oda kapom az arcom, vagy oda fordulok, akkor látom, hogy nincs ott semmi, de ha nem arra nézek, akkor látom, hogy ott valaki mozog, és ember alakú. Aha. Na most ezt magyarázd meg. A Milán nem lehet. Gyerekek, nem. Ezek után kérdés, hogy ki nézi a porno? Kérdés, hogy miért kerül mindig le a jelkódzára a nem tudom mi, érted, a 26-os csatornáról? De akkor másikat miért nem kódolják? Júli olyan nem volt, hogy lejtetted a szappant, lehajolt, és valaki felsziszent mögötted? Figyelj, és a gyerekek is tudnak a bácsiról? Nem. Nem? Nem mondom nekik. Nem mondod, és nem mondtak, hogy anya fura zajban itt vagy ott? Tehát hát kézzel azt a traumát ezek után. Én egy csomószor lent a földszinten hallom, amikor a gyerekek már fent alszanak, hogy valaki járkál föl. Csak sosem merek fel menni. Mi van, ha bácsi egyébként meg se hal? Csak mindig úgy éli az életeteket, amikor ti alszotok, meg nem vagytok otthon? Vagy mi van akkor, ha ti vagytok, halottak, és a bácsi él? A lépcsőnk annyira keskeny, hogy tuti összefutnánk rajta. Két ember nem fél el egymás meg. Nem lehet, hogy a férjednek van valaki, és évek óta ott éveletek, csak mindig megpróbál téged elkerülni a lakásba? Hogy, és nem meri megmondani, és mindig kijön a szekrény, ő bemegy a fürdőszobába, benn van a vécébe, ő gyorsan átmegy a konyhába, és valaki közlekedik úgy a lakásba, hogy egyébként négyen éltek együtt. Akkor valami jó a logisztikája a csajnak. Nem találkoztam még vele. És a férjed is látta ezt a szellemet? Nem, hát egyszer nem látta. Csak te. Értem, megvan. Ironizálsz,
ironizálsz, de egyszer át fog menni hozzád, és bosszú. Ki a bácsi? Nehogy már. Ha jöjjön át a bácsi. Neked is volt múltkor valami mocorgás. Volt, nem? Volt. Nekünk mindig, ugye mindig elromlik valami. Tehát vagy a kazán, vagy valami, igen, erre már mi is, na, mi is hát jönnek. Én konkrét mozgást, vagy konkrét mozgást nem látok. Tehát olyan, hogy valaki ott neszel egy papucsba, és akkor kicsit ott arrébb megy, ez nálunk nincs. Én se látom így, hogy átmegy előttem balról, jobbra, jobbról, balra, hanem azt látom, hogy ott oldalt mocorog. Tehát alig látni. De nem lehet, hogy a bácsi régen pornozott, és hiányzik neki? Az nem lehet? Hát nem, én azt nem tudom. Azt tudom, hogy a WC halt meg. Hát, és emlékeztek egy szekrényben meghalt férfira. Ezt megbeszéltük. Ó, jaj. Klotyó papi. Igen. Klotyó papi. Na jó, Júli, azért neked se egyszerű. Neked, azért Júli, tudok egy jó szemészt, írja valaki. Igen. Júli, keményen tolnak valami cuccot. Nálunk is van egy néni, ez nem vicces. Hát az egy picit az. Aha. Egy picit az. Melyik ez, tudjuk már, melyik ez a szolgáltató? Igen. Igen. Aha. Nem felvettem elő. Az, hogy tudja, hát már írt is hát nekik. Hallod? Igen. Nálunk sincs, valamire való normális pornocsatorna nálunk sincs. Na jó van. Oké, drága hallgatóink, várunk még közlekedési híreket, hogy tudjunk segíteni azoknak, akik úton vannak, jó? Küldjetek nekünk nyugodtan az SMS számunkra, mi pedig jövünk egy reklám után a nap legjobb pillanataival. Fél tíz múlt pontosan 8 perccel, M6-os Pécs és Paks között hatóság és balesetmentes, ez Csoki Nyúl küldte nekünk, köszönjük szépen. Farádon pedig a 85-ös úton van egy jó kis trafink. Üzente Tibi, a Kerepesi út befelé áll, már majdnem az Őrs vezértértől, ez pedig Tabi üzente nekünk, köszönjük, mit látsz. Egy kedves hallgató írta, hogy Julinak, hogy a bácsi ellen az odaátos módszert tudja ajánlani, sócsik az ajtókhoz, ahol nem akarod látni őt, vagy nyughelyet megkeresni, maradványokat kiásni, sóval, benzínnel leönteni és gyufát neki. Tök jó. Ez egy gyors megoldás, igen. Hát a bácsi szeret ott lakni, hát nincs ezzel baj. Szeret. Nem? Érted, nincs otthon senki, el van, eszik, pornót. Hát most érted, ilyen nyitott, liberális gondolkodásmódú, kikapos család mellett, ki akarna máshol költ? Hát akarnál átmenni? Nem akarsz, hát persze. Hát dehogy nem, de hát azért mégiscsak családosak vagyunk. Ja, úgy igen. 3-4-10 múlt pontosan 2 perccel, kerekegyházi bekötőnél szürke Skoda Oktáviából újra trafiznak. Zolcsi küldte nekünk, ez az 52-es fő úton van. Balázs, az életért tisztításával foglalkozom, a kolléganőnek esetleg tudok segíteni, az öreg bácsi és a hangok véget. Az életért tisztítás, hogy föltörölsz, vagy... Csempét mosolok, igen, egy jó domesztoszos kendővel áttörölsz mindent, igen. Te spirituális agymenő. Hát az az életért, nem? Nálunk is elmosogatnál, ú, de jó. Kihozod a porciót, kiporciózol, átkátlanítasz. Ott laksz, az az életért. A francba az ezotériával, hát nem? Hát ha nálunk nincs ilyen bácsi, most nem tudok róla. Se pornócsatornánk sincs, se bácsi. Jó adom ezt, jó adom ezt. Hát akkor nem, hát akkor tessék törögetni. Hallod, mindenre jó, hippó. Gyere, akkor gyere törögessé. Csavikám, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Általában bekapcsolom csütörtökön reggel a rádiót, miközben reggelizem, vagy reggeli után, és azt érzem, hogy én most tettem valamit a saját egészségem érdekében, mert jókat ettem. Bekapcsolom a rádiót 8 és 9 között, és azt érzem, hogy a francba. A francba. Mm-hmm. Yeah. Én, aki azt gondolom, hogy amikor asszal gyümölcsöt eszem, akkor olyan a szervezetem úgy nevet, és örül, és boldog. Nem örül. Figyelj, ez valahol egy nyomasztó rovat. Komolyan, ez valahol egy nyomasztó rovat. De a maga nyomasztásában... Azt gondolom, megmondom, hogy rohagy meg. De engem is nyomaszt, én is adok a Beninek... Azt a gyümölcsöt, pedig a Gáborról már nagyon sokszor átbeszéltük, hogy milyen jó, milyen nem, de mindig újra elmondottam vele. De ez valahol egy nyomasztó rovat. Az. De közben úgy nyomaszt, hogy mégis azért segít fölnyitni a szemünket, és ahhoz, hogy ráébredjünk, hogy valamit nem jól csinálunk, ahhoz szembesülni kell azzal, hogy picit nem jó az, amit csinálunk, és ez mindig nyomasztó, nem? Ez mindig nehéz, ez mindig változást igényel, szóval nem könnyű mindig hallgatni a Gábort, én ezt pontosan tudom, de valahol... Nagyon nehéz. Nagyon nehéz, és ilyenkor mindig arra vágyom, ezt gondolom, hogy talán délutánra sikerül elfelejtenem minden egyes szavát. De beszaladtál a boltba köleskásáért holnap reggelre? Az kimaradt. Mindjárt jövök. Nem vicceljegessé, már itt érted. Nekem egyébként a legnagyobb tanulság ennek a rovatnak az, hogy én ugye egy alapvetően olyan ember vagyok, aki mindenfélét teszek. Egy gyors éttermékhaját is úgy megeszem, mint az egészen biojellegű dolgokat, meg ugye vega is vagyok, de a koktél effektus, amire
a Gábor hívta fel nem csak az én figyelmet, hanem mindannyiunk figyelmét. Szerintem ez a legfontosabb üzenet ennek a rovatnak, hogy ha már eszel ezt, ha már ezt, hogy ne kevergesd a dolgot. Így van. Ha egy pici rossz van valamiben, azt egy másik pici rosszat tartalmazó anyag, nem áll. Tehát, hogy próbáljunk meg itt sakkozgatni a kajákkal, hogy elkerüljük ezt a koktélet. Nehéz, meg senkinek nincs ideje, türelme, energiája, anyagi, megveszed, annyi gondja, baja van az embernek, nem? Most más, hogy most még ezt is néz, nem könnyű, nem könnyű. Ez a rovat, tudom, hogy nem egy könnyen fogyasztható rovat, de kell. Hát, arra is nehéz volt ráállni, hogy ha rozét iszom, akkor csak rozét igyak, ne keverjem sörrel. Igen, most még ezt is, hogy akkor kajával is ezt figyelni. Ne üsd fel egy jó kólával, vagy valamivel mi. Van a szörpe. Persze, muszáj. Na jó, van, hívjuk a naphallgatóját. Kossa. Csús technika, vagy hanyaganyag. Búgám. Csabi, milyen bú? Morning show! Így is van! Jó reggel! Szevasztok én! Szevasztok! Hello, hol vagy helyileg? Hello, Szegeden vagyok helyileg. Szegeden! És András, ugye? Így van, András. Így van. Ugye a Nóriékról beszélgettünk, kora reggel lehozta a bulvár, számos helyen, hogy Ördög Nórinak újra gyereke lesz. Gratuláltuk neki, és nagyon-nagyon örülünk. Ez egy nagyon nagy dolog, ugye hát tudjuk az előzményeket, hogy milyen nehezen jött a szegényeknek az első, ugye, és aztán hirtelen már itt a második ráadásul természetes módon. Ez egyébként sűrű megtörténik, hogy... Miután ugye, beindult a szervezet, beindult a szervezet, utána megtörténik. Ez egy nagyon szép, meg egy nagyon klassz dolog, és erről beszélgettünk korra reggel. Ugye meg arról, hogy Micinek hívják a picit, Cuki neve van, te azt írtad nekünk, Nóri mondja Palinak, szállj már le róla, hát mit csinálsz? Ugye ezért. De ez volt ma a legerősebb. Az egyik legerősebb. Na, akkor kemény volt a mezőny, nagyon. Van ilyen nap. Tudod a helyed a világban, ezt imádom. Igen, van ilyen nap, amikor nem annyira könnyű választani. De azért előttetek van a feje a Nórinak, amikor így szól Palinak, hogy szállj le a gyerekről, hát igen. Mit csinálsz? Mit csinálsz, igen, helyes volt. Küldjük neked az ajándékcsomagot, jó? Nagyon szépen köszönöm. Helyileg hol hallgatsz minket? Még egyszer Szegeden. Azóta hát jó, hát és autóban vagy? Azt mondtuk, elsőre nem hallottam, és a kamionozol, érted? De ez a haladtál 20 kilométer. Hát, ki tudja, merre mész. Már határ másik oldalán is lehet. Ott a senki földjén autózol már Szeged tábla után. Na, és most hol hallgatsz? Na? Most a lakásban. Látod? Na, hát. Azt hiszem, nem figyelek, nem butáskodj meg. Küldjük az ajándékcsomagot. Köszi. Köszi. Ciao. Hello. Hello, hello. Csavikám. Remek zenéi lesznek. Visszatolja Feri a mikrofont, de egyébként jó a kérdés, hogy az előző a hallgatónak, mert mi sarokházban lakunk, és a telefonom ugye kijelzi az okos telefonok már, hogy hol vagy. És hogyha a hálószobában vagyok, akkor egy másik utcanevet ír ki, mintha a konyhában. Tehát teljesen. Ez menő, tényleg? Képzeld el. Hoha. És mindig megnézed a lakásodba, hogy nem tudod, hol nem vagy? Nem, csak ezt észrevettem. Csabi, én nem tudom, hogy átmegyek a másik utcába. Én kikérem a helyrajzi számod. Lehet, hogy olyan ingatlant adtak el nektek, ami két telek között van. Ja, ezzel azt akart mondani, hogy baromi nagy házban lakunk. Na, hogy a remek zenék. A Kylie Minogue-ról beszéltünk tegnap egy kicsit, ugye, hogy jön koncertezni, úgyhogy most le is játszom. Kylie, nyami, nyami. Hogyha esetleg nem hallom. Volt ilyen dala, hogy Kylie Minogue, nyami, nyami. Kylie, nyami, nyami. Kicsit egy jálcsepik megindult. Egy 70-es öreg pervers tata. Megfelelkezett magára. Bár nincs neki semmi, csak egy nyami, nyami. Még több porcukor, még több tejszínha, nyami, nyami. Annyira tatásod, ez döbbenet. Egy Kylie, nyami, nyami. Ha nem néztétek meg, nézzétek meg mindenképpen a Sexercise című klipet. Ez az új videoklipje Kylie-nak. Hát... A fiatal feltörekvő nemzedéknek, Miley Cyrusnak meg ilyenekkel azért van még mit tanulniuk a nagy sasszonytól. Oda söndörödni? De mit csinál, jogázik vagy labdázik? Egy ilyen kvázi aerobik órát láthatunk, hát dekoratív lányok részvételével. Kylie is benne van? Nem. Nem ültek a sok tejtjam, meg a cukók között el van keveredve. 50-es, nem? Kárdi. Á, de úgy is nem. 40-es. 45. Jó. 45 volt, igen. Fordulsz, jó, kellemes. Mérfek felé mész lassan? Fordulok én már minden felé. Granny olyan Mills. Vagyok, mint egy szélkakas. BDSM, bondage, mindenbe utazol. Érted? Egy idő után annyira liberális sem várik már az ember, hogy... Rohadt évek, hogy elteltek. De nagyon jó klip, nagyon jó dal. Mi a címe?
Sexercise. Ne egyetek már ilyen tatások. Mi a címe? Akkor beütöm, megnézem. Nyámi, nyámi. Hogy kell írni? Két ilyen öreg tattert, érted? Fiolokkal. Na. Na, amíg megnézitek, addig egy jó reklám. Egy jó reklám, Csabikám. Mész valahova? 555-55-00. Ez a telefonszám, Csabitól itt lehet dalt kérni. Csabi nagyon boldog. Hosszú évek óta ezt teszi még mindig a legboldogabbá, hogy valaki dalt kért tőle. Ezért jövök. Ez a szakmád, ezért jöttél, hát, ezért születtél. Ezért élek. Így van, kérjetek tőle dalt, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok, ciao, ciao.